Üdvözlök mindenkit ezen a szép estén az orosz-ukrán háborúban történő dezinformációról szóló kerekasztal beszélgetésen. Először is bemutatnám a vendégeimet, jobbról balra haladva. Jobb oldalt ül Eperjesi Ildikó, az ATV külpolitikai szerkesztője és az ott látható könyvnek az írója, ilyen sorskönyv a frontról. Akit érdekel, nyugodtan kérdezzen tőle az esemény utánróla. Mellette Rácz András találjuk a Német Külpolitikai Társaságtól. Az ő balján ül Sarkadi Nagy Márton, az Átlátszó újságírója, és végül, de nem utolsó sorban Győri Lóránt, a Politikák Kapitálnak a politikai elemzője. Először is szerintem kezdjük egy... Jó, magam pedig Póti Botond vagyok, jogász és politológus, mármint még tanulok, de halad ez. Na. Hát az majd még eldő. Na, de akkor szerintem kezdjük egy ilyen bemutatkozó körrel, hogy bemelegedjünk, hogy melyik őtök hogyan került kapcsolatba ezzel a témával, ami a beszélgetésnek a címében is van, tehát az orosz-ukrán háborúban történő dezinformációval. Hogy találkoztatok ezzel a témával először? Miért ástátok bele magatokat? Önként jelentkeztem, és ehhez mérhető a lelkesedése. Szóval a munkámmal kapcsolatban kell ezzel a témával, vagy legalábbis érintem ezt a témát. Ugye az ATV külpolitikai szerkesztőjeként, hát nap mint nap, az ember tulajdonképpen az elmúlt csaknem 9 hónap az úgy telt, hogy majdnem, hogy kora reggeltől késő estig az ember a háború témájával foglalkozott, és ahhoz, hogy az ember megfelelő minőségben el tudja végezni a munkáját, nyilván fontos, hogy ezekre a dolgokra vigyeljen már, mint arra, hogy lehetőleg kikerülje a propagandát. Tulajdonképpen én nem is tudnám különösebben ezt ragozni. Köszi. Sziasztok! A kötelező diszklémer, ezt mindig el szoktam mondani, nem szeretem, de muszáj. Tehát minden, amit itt mondok, az a személyes magánvéleményem, tehát nem tekinthető semmiféle intézményi, vagy nemzeti, vagy egyéb hivatalos álláspontnak. Ez a kötelező lábjegyzet. És a kérdésre válaszolva, én abban a egyedi szerencsés, vagy nyomorult helyzetben vagyok, ugye megfelelő aláhúzandó, hogy én ezt a háborút az elmúlt 8 évben végigkövettem. Tehát igazából 2013 november-decemberétől, amikor ugye Ukrajnában elkezdődik ugye a második Majdan, zárójel, az első Majdanon ott voltam 10 évvel korábban, zárójel bezár. Tehát amikor elkezdődik a második Majdan, azt már nagyon-nagyon közelről követtük, akkor én még a Magyar Külügyi Intézet alkalmazásában voltam egészen 2014. január 17-ig, utána már nem. És utána ugye itthonról elküldtek, az ember fekete listára kerül, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy nem nagyon találsz állást. És amikor elkezdődött a szeparatizmus a Donbaszban, ez 2014, hát április 5-6 valahogy így, én akkor már tudtam, hogy Finnországból fogok dolgozni, elkerültem a Finn Külügyi Intézetbe, ott töltöttem 3 évet Helsinkiben, és ez volt a munkám. Tehát, hogy az ukrajnai háborút kövessük, a hibrid hadviselés dimenzióját, a dezinformáció dimenzióját, az első, tényleg a legelső könyvet arról, hogy az orosz dezinformáció hogyan működik az ukrajnai háború kapcsán, azt mi értük Helsinkiben. Katri Pinnyevi kollégám és én, mi voltunk ketten a szerkesztők, az a címe, hogy Fog of Falsehood, tehát hogy a hazugság köde, és 10 ország tanulmányait csináltuk meg, hogy hogyan működik az orosz propaganda ezekben az országokban. Úgyhogy így kezdődött. Utána elkövettem azt a hibát, hogy kalandvágyból hazajöttem, és szerencsém volt abban, hogy Lóriékkal dolgozhattam együtt a PC-nél, és akkor kezdtem szisztematikusan, tényleg olyan tudományos szinten dezinformációval foglalkozni, ahogy Lóriék csinálják. Én katonai elemző vagyok alapvetően. Tehát én 17-től kezdtem komolyabban dezinformációval foglalkozni, és nagyon sokat tanultam a PC csapatától. 17-ben. Úgyhogy igazából nekem ez egy hosszabb sztori. Nem tudom, hogy ez szerencse, vagy kevésbé szerencse,
az ember tanul egy csomó mindent, meg kicsit kiéleződik dolgokra, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire jó. Sarka Dénő Márton vagyok, az Átlehet szó.hu szerkesztőségének az egyik oknyomozó újságírója. Én, illetve mi szerkesztőségként onnan kerülünk valahonnan a történetbe, hogy 2010-11-ben jött létre az Átlehet szó, először még nagyon kicsike formában, és azóta épülget, és a magunk oknyomozó újságírói eszközeivel próbálunk érdemben foglalkozni bármivel, ami jelentős ennek az országnak a mindennapi működése, meg a közélete szempontjából. Az már az elejét a világos volt, ugye részben az átlátszó maga is a médiapiaci, nem feltétlenül ideális helyzetekre reagálva jött létre. Az nagyjából nyilvánvaló, hogy ezek a nem ideális helyzetek, ezek azóta csak rosszabbak, sőt a magyar közbeszéd, a magyar médiának egy jelentős része egyre inkább olyan modellek mentén működik, amire a legjobban a dezinformáció és talán az olasz típusú dezinformációnak a szokásos modelljeit lehet érdemes ráhúzni ahhoz, hogy a helyen tudjuk értelmezni. A médiapiacon történő különböző dolgokkal rendszeresen próbáltunk foglalkozni, ezek elsősorban magyar fókuszú dolgok voltak, de hát nyilván ahogy a nemzetközi helyzet egyre fokozódott, úgy próbált, és ahogy egyre jobban megjelent talán a korábban nem feltétlenül érzékelhető külföldi dezinformációs nyomás a magyar közbeszédben, úgy próbálunk mi is picit nagyobb nemzetközi kitekintéssel foglalkozni ezekkel a témákkal. Így vagyok itt. És üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást, és azt, hogy egy ilyen kitűnő panelnek lehetek a részese. Andráshoz hasonlóan, hát ha nem is 2013-tól, de 2014-től kezdtünk el foglalkozni az ukrán helyzettel és az orosz-ukrán viszonyokkal. Ennek az volt az előzménye, hogy a Political Capitalnek van egy radikalizmust és extrémizmus kutató programja, és 2013 végén, 14 elején azzal kezdtünk foglalkozni, hogy a Krem milyen hatást gyakorol és milyen kapcsolatokat tart fenn kelet-európai, illetve nyugat-európai szélsőjobboldali pártokkal, és hát az derült ki közvetlenül a háború előestén és a Krím annexiójának az előestén, hogy hát az európai szélsőjobboldali pártok jelentős része támogatja Oroszországot, amely hát azért volt számtalan nagyon furcsa, mivel itt van egy komoly ideológiai ellentmondás, ugyanis klasszikusan a szélsőjobboldali pártok nacionalisták, xenofóbok, és nem igazán szoktak támogatni ilyen imperialista a volt Szovjetuniót rekonstruálni kívánó nagyhatalmakat és elnököket, mint például Vlagyimir Putyint. És amikor elindult ez a különleges, első különleges hadművelet és a Krím inváziója, akkor nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy részben nyugat-európai szélsőjobboldali pártok választási megfigyelői azok, akik legitimálják a krími annexiót, ugye ilyen ezt az áll népszavazást, amit most az újabb háború során is ugye megfigyelhettünk, és onnantól kezdve kezdtünk el aktívabban fókuszálni ennek az egész kérdéskörnek a különféle aspektusaira. Kezdetben általában a ma már úgy hívjuk a rossz indulatú külföldi befolyásszerzés vizsgáltuk Oroszország vonatkozásában, tehát itt nem csak dezinformációról beszélünk, hanem ilyen politikai, ideológiai, gazdasági vagy diplomáciai befolyásszerzésről, vagy éppen az ilyen tradicionalista vagy szélsőjobboldali szervezetek és vallásos szervezetek fölötti befolyásról, amit a Krem gyakorol egész Európában, vagy akár még az Egyesült Államokban is. És ahogyan változott az egész történet, úgy kezdtünk mi is egyre inkább a dezinformációra fókuszálni, hiszen ahogyan már sokan mondták, a Krím annexiója, a krími háború maga egy dezinformációval kezdődött, amikor ugye az a hazugság terjedt el, vagy terjesztett, lett elterjesztve, hogy itt tehát, hogy nem is az orosz hadsereg az, amik jelen van és beavatkozik, hanem kis zöld emberkék, és azután elkezdődött az egész szemfényvesztés pár napig, ami azzal járt, hogy ugye mindenkit átvert, vagy majdnem mindenkit átvert Oroszország, ami arra volt jó, hogy időt nyert, hogy befejezze a különleges katonai hadműveletet, amit most ugye nem tudott befejezni.
Ebben köszönöm a válaszaitokat. Még visszatérünk a különféle szereplőknek a jellemzésére, de még előbb egy másik bemelegítő kérdéssel folytatnék. Itt az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen történeti visszatekintést tegyünk meg azzal kapcsolatban, hogy milyen hagyományai vannak Oroszországban és Ukrajnában a háborús dezinformációnak, hogyan írhatjuk le egy hogy ilyen fejlődési, vagy hát attól függ, hogy nézzük, visszafejlődési ívként azt, hogy folyik ott a dezinformáció. Gondolok itt akár a Szovjetunióra, vagy éppen más ilyen történelmi alakulatokra, akik folytattak ilyeneket. Önként jelentkeztem. Szerintem dezinformáció azóta van, amióta háborúk vannak. Teljesen egyidős a hadviseléssel. Tehát az egyiptomiak, az Új-Egyiptom, amikor a kádesi csata lezajlik, és ugye Egyiptom veszít, de hát ugye az egyiptomi krónikákban az szerepe, hogy a fáraó hogy megmutatta. Mert ugye ez maradt fönt, és akkor mindenki nagyon boldog ettől, hogy a fáraó mekkorát győzött, miközben nem. Ami a specifikusan orosz dimenziókat illeti, amikor elkezdtük kutatni azt, hogy ez az egész ilyen hibridnek nevezett orosz hadviselés, amit csak mi hívunk hibridnek, mert az orosz új generációs hadviselésnek hívják, tök mindegy, hogy amikor elkezdik letagadni, amikor kis zöld emberkék jelennek meg hasonlók, finn és egyébként litván kollégákkal elkezdtünk visszafele ásni a történelembe, hogy találjunk ilyet. És találtunk ilyet. Harmadik Iván cár, ugye retteget Iván, amikor a litvánokkal vív ilyen határháborúkat 600 évvel ezelőtt, akkor történnek ilyen sztorik, hogy elvileg éppen fegyverszünet van, de hát valaki feldúl néhány birtokot a litván határ mentén. És hát a litvánok küldenek egy követséget az orosz cárhoz, hogy hát itt mi történt. Az orosz cár, mi? Hát mi semmit nem tudunk, és semmi közünk hozzá, fegyverszünet van, az orosz hadsereg ebben nem vett részt, nem a mi katonáink. A litvánok szegények ugye hazakullognak, a dúlások folytatódnak, úgyhogy a litvánok végül sikerülnek elfognak egy orosz bojárt, és ugye a kor hagyományainak megfelelően a fejét ugye mézbe csomagol, vagy mézes bödönbe, hogy a tartósítsák, elküldik az orosz cárnak, hogy ne haragudjon Iván Vasilyevics, de az a helyzet, hogy ez az ön bojárja, elfogtuk, ő volt az, úgyhogy mit tud erre mondani? Mi a cár válasza? Mi hát semmit nem tudunk erről. Ez az ő magánakciója. Ehhez Oroszországnak semmi köze nincs. Már 600 évvel ezelőtt van dokumentálva az, amit angolul úgy hívnak, hogy covert operation. Tehát, vagy deniability. Tehát, hogy letagadható művelet. Amikor úgy hagy végre egy műveletet, hogy formálisan nem őt csinálja, és ha véletlenül rajta kapják, mert ugye elküldik a parancsnok fejét, akkor egyszer letagadja. Ugye amikor a kis zöld emberkék megindulnak a Krímbe, ugye Oroszország és a Nyugat között az EBSZ-nek a bécsi dokumentuma szabályozza, hogy bizonyos hadgyakorlat méret fölött ugye szólni kell egymásnak. Tehát értesíteni kell a másik felet EBSZ-en belül, hogy ne legyen meglepetés az, hogy nagy csapatmozgások zajlanak. Amikor az orosz harckocsik meg páncélozott járművek megindulnak kifele ugye a szevasztopoli bázisról, akkor a NATO fél napig pislog, mint halasz a gyorban, mert ugye nem jön az oroszoktól az értesítés, pedig hát jönnie kéne. És fél napig tart, mert azt gondolják sokan Monszban, vagy a főhadiszálláson, hogy hát beázott a telefon, vagy Iván megint részeg, és hát majd nyilván szólnak, hogy ez csak hadgyakorlat. Egy fél napig tart, amíg a NATO rájön, hogy hopp, ez komoly. És ugye azóta már tudjuk, hogy az oroszok hogyan szervezték meg ezt az egészet. És a dezinformációnak ugye van egy technológia aspektus, hogy lehet, hogy majd beszélünk el, hogy hogyan terjed. Az oroszok úgy tudták a Krím kapcsán átverni a Nyugatot. Volt egy amerikai Signal Intelligence hajó akkor a Fekete-tengeren. Tehát ez elektronikai hírszerzéssel foglalkozó hajó, szép nagy antennákkal hallgat mindent, amit lehet. Na most az elektronikus kommunikáció, ami az elektronikus térben zajlott, tökéletesen a békeidei kommunikáció volt. Szokásos ilyen személyi hírek, logisztika hírek, semmi extra. Mert az oroszok az egész krími támadást úgy szervezték, hogy írógépen és vezetékes telefonon és futárral. Tökéletesen analóg módon. Nem volt elektronikus jel. Ezt a trükköt csak egyszer lehet eljátszani, de egyszer el lehet. Tehát nagyon alaposan ismerték, hogy az az amerikai Signal Intelligence hajó az mit tud és mit nem, és technikai oldalról is meg tudták csinálni azt a dezinformációt,
hogy időbe tellett, amíg rájöttünk, hogy a kis zöld emberkék az nem hagy gyakorlat, és hogy az egész ez komoly. Tehát nagyon, nagyon hosszú gyökerei vannak ennek az egésznek. Az utolsó, amit el akarok itt mondani, nem divatos manapság azt mondani, hogy Lenint kell olvasni, de azért olvassunk néha Lenint. 1905, amikor Vladimir Ilyich Lenin megírja a propagandáról szóló könyvét. Ijesztő újra olvasni. Tehát olyan dolgokat ír le, hogy a politikai hadviselésben, meg általában a forradalom csinálásban, meg destabilizálásban milyen szerepe van a propagandának, 100 évvel ezelőtt leírtak olyan módszereket, amikre mi csak rácsodálkozunk. Ami miatt hátrányban vagyunk, az, hogy Oroszországban az erről szóló gondolkodás, meg ennek a fejlesztése, ez folytonos. Ezek 100 éve gondolkodnak és fejlesztik ezeket a módszereket. Mi meg időnként megnyerik a hidegháborút, aztán jól elfelejtjük a tapasztalatokat, mert hát béke van és győztünk, és aztán újra rácsodálkozunk. Tehát nálunk ez ilyen up and down, ilyen hullámzás. Oroszországban ez a gondolkodás teljesen folytonos. Úgyhogy bőven van mit behozni. Mostanra egészen jól állunk, 14-ben nagyon-nagyon rosszul álltunk. 14-ben letolgatjával álltunk gyakorlatilag. Annyira erős volt a meglepetés. Úgyhogy kb. Ez a történeti része. Hát én egy kicsit vitatkoznék Andrással, nem a katonai félrevezetést, vagy ennek a történelmi gyökereit illetően, de hogy hogyan definiáljuk a dezinformációt is, hogy hogyan lehet azt megkülönböztetni mondjuk a katonai aspektusoktól. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem tudjuk kitágítani a dezinformáció fogalmát, mert akkor gyakorlatilag a mindenféle félrevezetés és hazugságba letartozna történelmileg is. Én azt mondanám, hogy a dezinformáció az alapvetően a modern tömegmédia és a modern nyilvánosság kialakulásához köthető. Maga a fogalom a 19. században jelent meg, és ugye definíciószerűen egy dezinformáció, egy olyan hamis információ, amit valaki szándékosan mások manipulálása érdekében terjeszt. Én azt mondanám, hogy ez ugye ilyen beszédaktus alapú, tehát a cselekvés alapú definíciója, de szerintem most már a dezinformációt önállóan egy olyan narratívának is tekinthetjük, ami a szándékoktól függetlenül terjed és manipulál nagy tömegeket. És azt gondolom, hogy specifikusan, amikor a háborúról beszélünk, akkor a dezinformációnak egy alesetéről van szó. És ugye ezen túlmenően megkülönböztethetjük azt az esetet, amikor valaki hamis információt terjeszt, de nem akar ezzel manipulálni, vagy nem szándékosan, ugye ez az angol misinformation, vagy félreinformálás. És a dezinformációtól meg kell különböztetnünk a propagandát. A propaganda ugyanis elsősorban politikai manipulációra szolgál, a dezinformáció pedig hát mindenféle témára ráhúzható, mindenféle témában terjeszthető. Itt jó példa a Gödény Györgyféle mozgalom és a Covid ellenes kommunikáció, ami nyilvánvalóan kereskedelmi és egészségügyi és más érdekek mentén, vagy clickbait érdekek mentén próbál dezinformációt felhasználni és azzal előrébb jutni. Annyit csapnék hozzá, hogy egyrészt értem, hogy András miért beszélt hosszan a háborús vetületekről, hiszen a kérdés háborús dezinformációra vonatkozott, és valóban hát a háborúnak, mivel történelme eleje óta része az, hogy megtévesz az ellenséget, praktikusan a dezinformációnak a definíció is valahol található, hogy valamiféle hamis információ, vagy információ hamis módon terjesztés abban a célban, hogy az ellenfeled valami olyat csináljon, amit te szeretnél, hogy ő csináljon. Ebben a tekintetben a fogalom az tényleg jellemzően inkább 20. századi, amennyire én tudom, azután lett népszerű magának a dezinformáció fogalomnak a használata, hogy különböző a hidegháború idején különböző a Varsói Szerződés tagállamaiból nyugatra emigráló, defektáló menekülő jellemzően volt titkosszolgálat, meg titkosszolgálat környéki alkalmazottak, aztán mindenféle könyveket adtak ki, és abban leírták, hogy miket tapasztaltak az ő munkahelyükön, amikor a KGB környékén, vagy a KGB-nek alávetve dolgoztak, és ezek között a defektorok között többen beszámoltak, és részletesen leírták azt, hogy mit tartanak ők, vagy mit hallottak, vagy mit tanultak arról, hogy mit mondanak maguk a KGB-sek arról, hogy mi a dezinformáció, amire azt hiszem, hogy volt valami olyan történet is, hogy ez egy speciálisan orosz dolog, és a Patyomkin falvakig visszavezethető ennek a jelenségnek a története. A specifikusan háborús
Ugye ez elsősorban nem feltétlenül egy harci cselekményekhez kapcsolódó dolog, ez egy másik kérdés, hogy tényleg a megtévesztéseknek is általában a harci cselekményekben nagyon hasznos szerepet tud lenni, nyilván kinek a szempontjából. De talán abban az értelemben, ahogy most jelenik meg a dezinformáció az ukrajnai háború kapcsán nálunk, a maga valójában meg fogalomként is, olyan történeti előképekhez érdemes visszanyúlnunk, ahol hasonló információs helyzet volt egyrészt a jelenlegi háborúhoz képest, tehát a különböző harcoló felek jelentős mértékű szövetség keresése a világban, kifelé igyekeztek elsősorban kommunikálni. Erről nekem a spanyol polgárháború ugrott be, ahol mindenki nagyon szerette volna az ellentétes félnek a különböző kellemetlen cselekményeit felnagyítani, meg kitalálni, és ahol ugye nagyon jelentős nagyhatalmak avatkoztak be egy nem feltétlenül nagyon nagy és nagyon akkoriban nagyon fontos országnak a polgárháborújába, a másik pedig a hidegháború, amikor mind a kettő résztvevő fél az igyekezett a világnak minél nagyobb részét felsorakoztatni maga mellett, ugye ez közvetlenül kapcsolódik a KGB-nek a volt dezinformációs tevékenységéhez. Na, még azt akartam hozzácsapni tekintettel arra, hogy újságíró vagyok, hogy itt arra is érdemes figyelemmel lenni, hogy nagyon sok változás történt az elmúlt évszázadban azzal tekintetben, hogy hogyan terjed az információ, és kit érdemes befolyásolni, és egyáltalán hogyan, hogyha visszatekintünk a definícióra. Ugye azt mondtuk, hogy valakit szeretnénk valamilyen cselekvésre rábírni, azzal, hogy helytelen információt adunk neki, vagy helytelen adjuk neki. A hidegháborúban ez nyilván uralkodó elitekre vonatkozott, kormányokra meg hasonlókra, hiszen a tömegkommunikáció az adott időszakban egy központból sok embernek szórjuk az információt alapú volt, ugye Magyarországon is egyetlen egy tévécsatorna működött a hidegháborús időszak nagyjában, de Amerikában sem sokkal több országos. Most pedig a nyugati társadalmakban, ahol ugye mindenki szavazhat egyet, és mindenkinek a szavazata nagyjából ugyanannyit szokott érni, és maga az információnak a terjedése is decentralizálódott, a médiának a korábbi monolitikus működése is felvonult, van haszna és van értelme annak, hogy ne csak az elitekre célozzanak félrevezető üzeneteket, hiszen a lakosság mérhető tömegeinek a cselekvése is kiválthat politikai változásokat. Meg tudom erősíteni, hogy valóban először többen azt gondolták, amit András mondott, hogy a Krímben hadgyakorlat történik, tehát a helyi lakosok, ahogy a kötetben is helyi lakosok elmesélték nekünk. Ugye azt szokták mondani, hogy a Oroszország hibrid háborút folytat, hogy a propaganda és a dezinformáció tulajdonképpen akkora hatást és erőt fejt ki, vagy olyan szintre emelkedik, mint a katonai műveletek, olyan fontosságra, olyan jelentőségre. Azt szokták mondani, én ezt nem is nagyon vitatnám, hogy ez egyenrangú. Ami érdekes a számomra, hogy miért van ekkora hatása a dezinformációnak, különösen az orosz dezinformációnak, én ezen szoktam a legtöbbet gondolkodni, és általában én azt gondolom, hogy azért, mert ez a dezinformáció, ez az embereknek a zsigerére hat, a zsigerét célozza meg. Ugye a nyugati társadalmakban általában az a jellemző a nyugati társadalmakra, hogy az emberek ugye a felvilágosodás hatására természetesen racionalizmus, tehát racionálisan próbáljuk meg felfogni a dolgokat, racionálisan feldolgozni. Most ez a dezinformáció nagyon gyakran a zsigerekre, az ösztönökre hat. És nagyon-nagyon csúnyán, ahogyan Oroszország részéről ezt tapasztaljuk. Például ugye az elmúlt időszakban, ami jellemző volt, hogy a szankciókat, a nyugati szankciókat megpróbálja olyan keretbe helyezni, hogy a nyugati szankciók azok egyáltalán nem hatnak, ugye ez Moszkvából származik ez az értelmezés, viszont, mármint hogy a Oroszországra, viszont a nyugati társadalmakat alássák.
Tehát az embereknek a félelmeire hatnak, és a zsigerekre, a zsigeri gyűlöletet akarják sokszor felkorbácsolni. Rendben, akkor itt Féli Marci már így elkezdett rátérni a következő kérdésemre, úgyhogy ez egy jó átvezetés lesz. Itt az lenne a kérdésem, hogy akkor vegyük bármilyen propaganda üzenetet, és vegyük végig az útját ennek a propaganda üzenetnek, onnantól fogva ez megfogalmazódik valahol, és eljut az egyszerű, hát a célközösséghez, az állampolgárig, ez lenne az egyik kérésem. Másik kérésem, hogy ebben a propaganda terjesztésben kik a régi szereplők, akik már így már a korábbi történelmi időkben is szerepet játszottak, és milyen újdonságok vannak így a 21. században, ami még mondjuk nem volt a szovjet időkben akár, vagy a 20. században. Tehát mi az ilyen legfrissebb jellemzői az orosz propagandának? Mondjuk nem tudom, Putyin kitalál egy valamilyen üzenetet, és akkor ott ez milyen szereplőkön keresztül jut el addig, hogy ott meg tudja mondjuk Magyarországon valaki. Tehát így ilyesmire gondolok. Ugye van, tehát biztos dolgokat nehéz nyilvános forrásokból rekonstruálni, tehát pici bizonytalanság van ebben. Nem Putyin foglalkozik ezzel. Tehát az orosz elnöki adminisztráción belül van egy szervezeti egység, ami már ugye a Szovjet Központi Bizottságnak is volt egy, ugye a Szovjetunió Kommunista Párti Központi Bizottságának is volt egy elég jelentős háttérstábja, ott is volt egy dezinformációval foglalkozó egység. Ezek csinálják, tehát a Kremlben, mert az elnöki adminisztráció, meg korábban ugye a Központi Bizottságnak a háttérstábja, az valójában a Kreml. Tehát a stratégiai üzeneteket a Kreml találja ki. Aztán, hogy ez ténylegesen hogyan operacionalizálódik, ez lentebbi szinteken dől el, jellemzően a mondjuk a Nyugat-Európába irányuló dezinformáció esetében ezt a technikai megvalósítást az FSB csinálja, a GRU csinálja, illetőleg az ilyen proxik, mint mondjuk Prigozsin, meg ugye a troll farmjai. Tehát nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy a központi guidance-t, tehát a nagy narratívát, hogy mondjuk, mit tudom én, az ukrajnai forradalom, azt az amerikaiak csinálták, és CIA puccs és ilyenek, ezt a nagy narratívát, ez a hibáztasd az amerikaiakat, ezt a Kreml találja ki. Hogy pontosan mivel hibáztatjuk az amerikaiakat, vagy mit akarunk rájuk verni, ezt már a lentebbi szintek találják ki, és akkor onnantól technikai, technológiai oldalról már az illetékes szolgálatok, jellemzően SVR, GRU, kisebb részben az FSB, illetőleg a mindenféle proxik tolják ki a saját csatornáikon. Na most ezek a saját csatornák hogyan működnek? Ugye a többféle eszköze van a dezinformációnak, ezt Lórán sokkal jobban tudja, mint én. Tehát én tényleg csak itt a felszínt fogom karcolgatni. Vannak tényleg olyan outletek, olyan média platformok, aminek a fő feladata az, hogy az orosz állampolitikáját képviseljék. Mondok erre példát, ugye a Sputnik, meg az RT is tulajdonképpen, ugye két orosz magát hírtelevíziónak hazudó cég, amiket ugye az uniós szankciók a háború kezdetén betiltottak. Nekem a nagy kedvencem ugye a Sputnik. Ugye azt mondja magáról, hogy hírügynökség. Na, most jön a játék. A Sputnik egy Rasszijaszi Vodnya nevű ügynökséghez tartozik. Ezt a Rasszijaszi Vodnya ügynökséget 2013. december 9-én hozta létre Putyin egy elnöki rendelettel. A Kreml honlapján konkrétan fent van ennek a Rasszijaszi Vodnya ügynökségnek az alapító okirata. Benne van az alapító okiratban, hogy ez nem hírügynökség. Hogy ennek a feladata nem az objektív tájékoztatás, hanem az orosz állami politikai képviselete. Én őszintén nem értem, hogy emberek miért sírdogálnak azért, mert a Sputnik idézőjeles újságíróit betiltjuk. Barátaim, a saját alapító okiratotokban van benne, hogy ti nem hírügynökség vagytok, hanem valami egészen más. Tehát itt azért még bőven van mit tanulnunk arra, hogy ez a rendszer hogyan működik. A Sputnik, meg az RT is. Az RT az szervezetileg máshova tartozik, de a kettőnek ugyanaz az igazgatója. Bizonyos Margarita Simonyan. Fun fact, Margarita Simonyant mi képeztük ki. 1996-ban egy évet tanult Bristolban. Innen tud angolul, meg innen érti a nyugati médiát. Zárója bezárva.
Tehát a nyugat felé irányuló dezinformáció két legnagyobb platformja sokáig az RT volt, meg a Sputnik, meg mindenféle helyi outletjei. Na most vannak ez alatti szintek is, vannak egyéni információs ügynökök, akiknek az a feladata, hogy az adott ország média környezetébe elhelyezzenek bizonyos narratívákat, futtassanak bizonyos narratívákat. Ezek az egyéni információs ügynökök ideális esetben sajtó outletekben működnek, kevésbé ideális esetekben saját honlapokat, saját hírszájtokat, meg hasonlókat működtetnek. Ezek jellemző picike cégek, néhány ember, de eléggé elkötelezettek. És ugye ezek az egyéni információs ügynökök, ezekről tudni lehet, hogy ők micsodák. A legtöbb országban fellépnek ellenük, néhány országban nem. Ugye lehet a neveket akarok hallani, tudnék mondani, nem fogok. De ezek az egyéni információs ügynökök, ezek nyíltak. Lehet tudni, hogy ők azok. És akkor ez alatt van a kevésbé nyílt szint, a troll farmok, bérkommentelők és hasonlók. Ez még mindig nyilvános, hiszen ez a nyilvános vitafórumokon zajlik. Ugye korábban a diskusz platformokon, ugye kommentmezőkben, most már ugye Magyarországon Facebookon, máshol Facebookon, Twitteren, ahol éppen mi a domináns közösségi média platform. Itt már ez a trollkodás, ez egy nagyon humán erőforrás intenzív dolog. Tehát Oroszországban sok tízezer ember dolgozik ilyen munkahelyeken. Még amikor ez elindult, ugye az első olyan orosz háború, amikor tömegesen használnak trollkodást, az a 2008-as grúziai háború. Amikor próbálják eltorzítani azt, hogy nyugat hogyan fogja fel ezt az egészet. A nyugat 2008 óta tud arra, hogy vannak ilyen trollfarmok. Valójában 2004 óta léteznek. Csak ugye az oroszok úgy működnek, hogy először valamit létrehoznak, kipróbálják belföldön, és ha működik, akkor elmennek vele külföldre. Na most ezek a trollfarmok, ez a következő szint, itt ez úgy működik, hogy a központi agendát Moszkva adja ki, a nagyobb nyelveken tudnak trollkodni. Angolul, németül, spanyolul, arabul. És akkor azt a kontentet azt ők tolják Moszkvából. A kisebb nyelveken helyi embereket foglalkoztatnak. Finnül, litvánul, csehül, szlovákul, hasonlók. Ott megvannak azok a helyi emberek, akik ezeket az előre kiadott narratívákat tolják. Le lehet mérni, nagyjából fél nap késés van, aközött, hogy angolul jelenik meg egy dezinformációs narratíva, vagy hogy kisebb nyelveken. Mert ugye Moszkva kiadja a helyi embereknek az infót angolul, azt le kell fordítani, és oda kell adni a helyi hülyéknek, hogy akkor mostantól ezt tolják. És a bérkommentelés alatt van még egy szint, ez az, ami egyáltalán nem látszik, viszont sok szempontból a legveszélyesebb, ezek a lánc e-mailek, chain e-mails. Mindenféle e-mail listák, ezek elsősorban nyugdíjas, vagy sok időt otthon töltő, nem annyira közösségi médiatöltős felhasználók körében hatékonyak. Azért nagyon nehéz a lánc e-maileket még csak feltérképezni is, mert ehhez ugye fel kell kerülni a címzett listára. Tehát nem az van, hogy Facebookról, Twitterről, mesterség és intelligenciával legerebézed, amit Lóréknak vannak erre egészen zseniális projektjeik, hanem ezt tényleg akkor tudod látni, ha valahogy beépülsz. Iszonyatosan nehéz. Tehát a legalsó szint ezek a lánc e-mailek. Tehát ez nagyon tagolt rendszer, és tényleg a központi narratívát azt a Kreml találja ki, hogy konkrétan mik az egyes hazugságok, azt jellemzően a szolgálatok találják ki, és ennek a megvalósítása az pedig alsóbb szinteken zajlik. Sok újdonság nincs benne. A szovjetek is így csinálták, akkor ugye a KGB 4. osztálya volt ezért felelős, ha jól tudom. Ott is a párt találta ki a nagy narratívát, a KGB találta ki a végrehajtást, és akkor aztán a meglévő technológiai eszközökkel tolták. A dolog lényegében folytatólagos, vagy folytonos, nyilván a technológia az fejlődött. Annyiban egészíteném ki talán, hogy Magyarországon ugye, vagy magyar nyelven soha nem működött sem az RT, sem a Sputnik, bár arról pont az átletszó lehetett olvasni x évvel ezelőtt, hogy bizonyos levelezések folytak, ha jól emlékszem, hogy Jusz Lászlóval arról, hogy legyen ő a csatornának a magyar arca. Jusz László helyreigazításért perelt minket, és nem tudom, mi lett a végeredmény, úgyhogy ezt most egy kérdőjel teszem ide. Zárójelbe. Ugye arról lehet találgatni, hogy ezért, hogy ebből miért nem lett végül semmi. A leggyakoribb vélemény, amit hallottam, az az, hogy azért, mert a magyar kormánynak a saját médiája, meg a Fidesz-szel szövetséges média magától is megoldja azt, amit amúgy az RT-nek kéne. Viszont, hogy hozzak egy konkrét példát, hogyan jut el világosan orosz relációból a magyar nyelvterületre adott tartalom, az a Newsfront nevű szervezettel, szerkesztőséggel kapcsolatos történet lesz.
hogy mi szerkesztőségként több európai oknyomozó szerkesztőséggel kapcsolatban vagyunk, és a cseh, lengyel és szlovák kollégiaink raktak össze egy olyan történetet, ami a Newsfront-nak a működéséről szól, news.front.info. Ez egy olyan újságszerű szerkesztőség, ami a Krím félszigeten működik, ha jól emlékszem, Szevasztopolban, a korábbi krími oknyomozó újságíró központnak a helyén. Ez működött egy darabig, aztán megtörtént a Krímnek az orosz elfoglalása, és akkor megjelent egy rakás gyakorlóba öltözött figura a fegyverekkel, akkor kipaterolták az újságírókat, és bepateroltak helyettük új embereket, és azóta az új emberek ezt a dolgot csinálják. Ez a dolog, ez körülbelül 8 különböző nyelven közvetít híreket, lengyelül, szlovákul, csehül, és egy darabig magyarul is közvetített, talán most megint újraindult, és hát világosan oda lehet képzelni a mögötte lévő szervezeti folyamatot, hogy megérkezik Moszkvából az adás Szevasztopolba, ott a magyar bedolgozót, vagy a magyarul is tudó bedolgozót értesítik, hogy sokkal uram, akkor ezt kell magyarra fordítani, és akkor magyarra fordítódik. Hát az, ami az elmúlt percekben elhangzott, abból is látszik, hogy tulajdonképpen Oroszország, ami már felvetődött, egy nagy patyomkin falu. Tehát semmi, ami, vagy gyakorlatilag minden, ami ott, amit ott eladnak, sajtóként, vagy demokráciaként pláne, vagy demokratikus szervezetekként, vagy szerveződésekként, vagy intézményeként, az mind egy virtuális valóság. A nyugat csak az elmúlt időszakban kezd rájönni arra, hogy mi is történik tulajdonképpen, ahogyan mondják az ukránok is. A nyugat eddig abban a hitben élt, hogy hát ők is olyanok, mint mi. Az oroszok is úgy vannak, olyan berendezkedés van, mint ott, úgy gondolkodnak, mint mi. És ez a háború ébresztette rá tulajdonképpen, illetve a teljes körű invázió a nyugati országokat arra, legalábbis egy jó párat, nem mindegyiket, a nyugati közösségnek nem mindegyik országát vagy tagországát a jelek szerint, hogy ez nem teljesen így van. És hát a kivételeket is jó lenne felébreszteni, szerintem sokan ezért dolgozunk. Ön onnan közelíteném meg, egyetértve a korábban hozzászólókkal és kifejezetten Andrással, hogy ha dezinformációs technikákról beszélünk, akkor azokat jellemzően a nyugati kapitalista rendszerek termelik ki. Lehet ezzel újat mondok. Tehát azzal egyetértek, hogy Oroszország egy más felfogás, más dezinformációs cselekvést és stratégiát képvisel, de ha történelmi áttekintésben nézzük, akkor az úgynevezett cyber manipulation az szinte minden országra jellemző a világon, ami azt jelenti, hogy a kormányok jellemzően létrehoznak olyan kiber csapatokat, vagy internetes befolyásolásra szolgáló tímeket, akik egyrészt pozitív üzenetekkel megpróbálják az adott kormány népszerűségét növelni, nyilván ezzel nem mondok semmiféle újat, illetőleg megpróbálják negatív kritikával lejáratni, megfélemlíteni az ellenzék bizonyos tagjait, és a nyugati, nagyon versengő pártpolitika vagy gazdasági rendszer az, amely hatalmas igényt teremtett a tömegek manipulációjára. Hát ennek jó példája a Facebook, ugye, ami abban különbözik a korábbi mainstream vagy hagyományos médiumoktól, hogy nem híreket, illetőleg a hírekhez kapcsolt hirdetéseket ad el, hanem embereket. Tehát az ő a más működési logikája, a Facebook működési logikája az, hogy minél több embert bármiféle kontenttel beszippancson, majd róluk adatokat gyűjtve, hiszen tudjuk, hogy mindaz az adat, amit mi átadunk a Facebooknak, az immár nem a mi tulajdonunk, hanem a Facebooké. Tehát adatok felhasználásával azt értékesítse politikai, kereskedelmi hirdetőknek, ügynökségeknek, és így tovább. Ennek jó példája a 2016-os Cambridge Analytica botrány. A Cambridge Analytica egy adatgyűjtő, illetve ezt az adatbázis különféle szereplők számára hozzáférhetővé
tévő ügynökség volt. Ők gyakorlatilag egy hamis Facebook ilyen programon keresztül az 85 millió emberről gyűjtöttek adatot nyugaton, és úgynevezett pszichológiai profilokat állítottak fel, majd ezeket átadták például Donald Trump stábjának, vagy a Brexit hírneves ugye, végrehajtóinak, akik ilyen mikrotargetálás révén specifikus Trumpot dicsérő, vagy Hillary Clinton támadó hirdetési kampányokat folytattak. Tehát ezt értem az alatt, hogy igazából a nyugati társadalmak azok, és a fejlett technológiával rendelkező társadalmak azok, amelyek kitermelik ezeket a technológiákat, és ezek utána elérhetővé válnak akár Kína, akár Oroszország számára, és azt szerintem fontos leszögezni, hogy szemben a hidegháború, főleg elitekre fókuszáló hagyományos propagandájával szemben, ami már Sztálin óta érvényesült, gyakorlatilag a nyugat egyrészt nem ismerte fel ezt az új veszélyt, ezt az új működésmódot, másrészt mi magunk adtunk hozzáférést a médiaterünkhöz, az új közösségi, tehát a 2004 óta létrejött közösségi médiás platformok révén, ugyanis emögött az áll, hogy megszűnt mind nyugaton, mind keleten valamilyen szintig a hagyományos médiatér és annak a struktúrája, tehát az úgy lehet elképzelni, hogy abból lehetett újságíró, aki elvégzett egy újságíróiskolát, utána bekerült egy, nem? Majd elmondod az ellenérveidet. Bekerült ez, akkor tudod, akkor, korábban. Tehát bekerült egy szerkesztőségbe, végigjárt a hierarchiát, és akkor végső soron ő döntött arról, illetve a szerkesztőség, hogy mi kerülhet be a nyilvános térbe, a fölött mondjuk nálunk Kádár János volt, mint végső politikai figura, és hogy ez a fajta monopolizált és az elitek által uralt médiatér a közösségi média felemelkedésével gyakorlatilag megszűnt, és hogy Márta mondta, rengeteg emberke, gyakorlatilag több milliárd ember áramlott be ebbe az új médiatérbe, ahol rögtön az új média infrastruktúra egyfajta politikai mozgalmi szerveződést tett lehetővé, tehát a régi médiatérben, a régi médiumokon nem volt lehetséges, hogy Gipsz Jakab úgy dönt, hogy holnap, nem tudom, a szobrászatról fog értekezni, és ehhez, vagy a gyíkemberekről, és akkor ehhez összegyűjti a gyíkemberekben és a laposföldben hívők széles táborát az egész földön. Ami azt jelenti, hogy ez a fajta új média működés, ami lehetővé teszi az emberek önszerveződését jó vagy rossz célokból, ez hozzáférést nyújt mind belföldi, mind külföldi hatalmaknak, hogy befolyásolják az ő politikai magatartásukat, és manipulálják. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a médiatér az egyrészt ugye a igazság vagy hazugság közlésének a csatornája, másrészt pedig mindig és mindenkorra a társadalmi kontroll egyik eszköze volt, és most egy specifikus kontrollról beszélünk, amit ugye Oroszország képes kifejteni. Én erre még rá is tercelnék gyorsan, picit kitekintés abban a tekintetben, hogy semmi köze az ukrajnai háborúhoz, vagy csak nagyon eltétesen. Tehát Magyarország 3 éve nagyjából egyfajta ilyen kísérleti laboratóriumaként működik a Facebookos politikai kampányoknak. 2019-ben először a baloldali ellenzéki összefogáshoz kapcsolódó cégek kezdtek el sok-sok pénzért cikkeket hirdetni a Facebookon, amit a Cambridge Analytica-nak a működéséhez hasonló adatelemzési háttérre támogattak meg, amiről szintén mi jutunk az első között, tehát látszom. De hát bizonyára észrevettétek azt is, hogy azóta a Megafon és csatolt részének a működése is létezik a Facebookon, tehát ez a Fideszhez közeli cég, amelyik különböző politikai influencereket reklámoz végtelen pénzért azért, hogy megnézzétek az ő videójukat a Facebookon. Ezek a különböző politikai kísérletek pedig egyrészt Oroszországtól több függetlenül példaként vagy lehetőségként szolgálnak a nyugati világban más politikai erők számára, és ezekkel a gyakorlatokkal meg kísérletekkel soha semmilyen baja nem volt a Facebooknak. Miért is lenne, mert hogy milliárd forintokat kasszíroz abból, hogy Deák Dánielt meg a, nem tudom, a többi gyökeret kell nézni az internetben. És akkor folytatom a lóriát. Megjegyzés lehet, annyi, hogy ugye a Fidesz elkezdett egy támadást pár évvel ezelőtt a Facebook ellen,
hogy szabályozni akarták, meg a bevételt akarták valamilyen módon megadóztatni, és miután ugye rájöttek, hogy ők is képesek manipulálni, és létrehozni az ilyesfajta befolyásolási eszközöket, hirtelen megszűnt a kritika, és mindenki best friends forever Facebook. Ugye folytatva Lóri analógiáját a geek ember rajongó gipszi akapról, ez tök jó névéd lenne. Na, tehát abban is különbség van, hogy a régi hagyományos média térben, ha gipszi akap elkezdett, hát a közösségi média ilyen a szomszédainak agitálni geek emberekre, akkor kiröhögték, vagy rácsapták az ajtót. Ha olvasói leveleket írt ugye a papír újságokban, ugye ez volt, az olvasói levelet nyilván itt adták a kukába, és akkor ennyi. Most az a különbség, hogyha gipszi akap tényleg össze akarja gyűjteni a geek emberekkel foglalkozó embereket, akkor mit csinál? Elkezd pénzért hirdetni. És hirtelen látható lesz. És ez egy borzasztó nagy különbség. Ez egy olyan dolog, amit sok kétbites gipszi akap is ki tud használni, tehát ha az embernek van elegendő fake profilja, akkor egészen mélyre alá lehet merülni bizonyos dolgokba. Nem csak geek ember van. De ugye ez a lehetőség, ez külső rossz indulatú befolyás, hogy Lóri mondta az elején, külső rossz indulatú befolyásra is lehetőséget ad nem annyira baráti hatalmak számára. Ami ebben izgalmas, hogy amikor az oroszok felismerték, hogy a Facebook mi mindenre jó, és ugye Oroszországban létezik a politechnológia, politikai technológia, ez egy külön tudományág. Tehát egyetemi szakok vannak politikai technológiáról. A magyar útlevélre viszonylag könnyű orosz vízmot kapni a mai napig, vannak előnyei ennek a rendszernek. Én azt szoktam csinálni, hogy nem tudom, most nem próbáltam bemenni, tavaly még bejutottam Oroszországba, hogy elmegyek a GIMO-ra, elmegyek néhány másik egyetemre, és bevásárolok a jegyzetboltokban. Hogy megvegyem azokat a tankönyveket, amikből ők tanulnak. Hogy ugye értsd, hogy hogyan működik a logika. Hogy mi az, ahogyan ők kiképzik a saját politechnológusaikat. És fél évtizeddel ezelőtt leírták, hogy a Facebook és ez az egész ez veszélyt jelenthet egyes országok belpolitikai stabilitására, mert ugye ezeket az eszközöket ugye Oroszország ellen is lehetne használni. Miért ne lehetnének pro-Navalnyi megafon központok Oroszországban, vagy Putyin ellenes megafon központok? Na miért nem? Hát Oroszország egyrészt kifejlesztette azt az internet kontroll technológiát, hogy a nem kívánt weboldalakat egyszerűen kijemmel, egyszerűen nem érhető el. De ugye csak negatív eszközökkel nem jutsz messzire, ha Iván Ivanovics Facebookozni akar, akkor megtanul VPN-t használni és Facebookozni fog. Tehát mi minden kell még? Tehát mi kell még? Alternatíva. Oroszország minden közösségi média csatornának megcsinálta a saját alternatíváját. Az orosz Facebook, az orosz Twitter. És ugye ennek az egésznek a teteje a Telegram, ami még sokkal jobb is, mint a Twitter sok szempontból. Tehát az orosz rendszer, valószínűleg is ezt csinálják, ezt kínás kollégát kéne megkérdezni, de ugye felismerik, hogy ez a közösségi média, ez egyrészt kiváló beavatkozási mód a nyugat politikai rendszereibe, és ugye ugyanakkor fenyegetést is jelent az orosz politikai rendszer, tehát ezt kezelni kell. Úgyhogy ennek a sztorinak két oldala van, és nagyon érdekes az is, hogy hogyan próbálnak védekezni a közösségi média befolyásolás ellen. Volt olyan, hogy a nyugat tanult az orosz propagandát, és elkezdett olyan módszereket alkalmazni, amiket ők is alkalmaztak. Előfordult, hogy visszanyalt a fagyi, és az oroszokat a saját technikájukkal, hát úgymond szivatták meg. Jó kérdéseim van. Hát ez gondolkodós. Tényleg gondolkodom, hirtelen nem jut eszembe ilyen nagyon triviális példa. Jellemzően inkább megszivatják saját magukat, tehát azért a valóság előbb-utóbb beköszön az ajtón, és akkor azzal legfeljebb annyi feladat, hogy felerősítsd. Itt most az ukrajnai háború kapcsán egyébként az oroszokat kik szivatják meg közösségi médiában? Az ukránok. Tudják a nyelvet, értik az egész kultúrát, és iszonyú ügyesen használják egyébként az orosz közösségi média csatornákat is az oroszok ellen. Azt, hogy ezt nyugatiak meg tudták volna csinálni, a baltiaknak vannak trükkjeik. Tehát nekem a nagy kedvencem, ugye 2014 után, amikor tömegessé válik az orosz bértról jelenség, tényleg bértról, tehát Oroszországban ez munkahely. Tehát volt egy finn újságíró, Jessica Aro, aki tudott interjút csinálni, vagy bejutott ilyen trollfarmok környékére, voltak orosz újságírók, akik elmentek dolgozni trollfarmokra.
és hónapokig dolgoztak, aztán kihozták a kommunikációs iránymutatásokat. Pontosan tudjuk, hogy hogyan működnek ezek az intézmények. És amikor megjelenik a koordinált trollkodás, mint fenyegetés, ugye a troll az egy humán erőforrás intenzív műfaj. Buta, mint egy poroltó, de rengeteg van belőle. És a litvánok kitalálták azt, hogy jó, akkor csináljunk ellen trollkodást. Ugye a troll, nézzük meg a gyűrűk urát, ki tudja legyőzni a trollokat, ugye a tündék, az elfek. És kialakult egy Baltic Elves, a balti elfek mozgalom, sok ezer önkéntes, akik elkezdtek az interneten beleállni a trollokba. Hülyeségeket beszélsz? Semmi baj, barátom, válaszolunk, szétszedjük. És sok ezer ember foglalkozott azzal, hogy a trollokat elkezdték semlegesíteni, egyrészt content-wise, tehát a tartalmi oldalról, kettő, a trollnak van még egy van még két funkciója. Ugye ahogy ezek az algoritmusok működnek, a Facebook azokat a diskurzusokat sorolja előre, ami sok interakciót vált ki, ugye? Tehát trollok ezért csinálnak sok rövid hozzászólást, mert a Facebook darabra számol, nem a hozzászólás számát, illetve nem a hozzászólás hosszát illetően, kettő, a trollokat jellemzett darabbérben fizetik. Ezért van, hogy a troll hozzászólás vagy nagyon rövid, vagy ilyen copy-paste, amit gyorsan le tudsz tolni, mert egy darabra kapják a fizetésüket. Nyilván csak más országokról beszélünk. És a baltiak arra jöttek rá, hogy jó, akkor ezeket a módszereket mind ellenük fordítjuk. És még egy módszert ellenük fordítottak, a személyre szóló trollkodás, ha mondjuk itt engem megtrollkodnak, vagy Lorántot megtrollkodják, vagy titeket megtrollkodnak, van egy olyan funkciója is, hogy elveszi az idődet. Elveszi az energiádat. A trollt azért fizetik, hogy téged lekössön. És órákat tölts azzal, hogy válaszolsz a trollnak, akit ezért fizetnek, miközben te nem a saját dolgoddal foglalkozol. A balti elfek, mint ellentevékenység erre is jó volt, hogy lekötötték a trollok energiáit. És tök sikeres, a Baltikumban alig van már ilyen típusú bértrollkodás, mert egyszerűen az elfek szétszedik őket. Teljesen önkéntes a mozgalom. Ez azt hiszem egy olyan eset, amikor az oroszok módszerét sikerült ellenük fordítani, de ehhez az kellett, hogy tényleg ott a társadalmi, a politikai kultúra olyan, hogy sok ezer ember állt ebbe bele, és még élvezik is. Tehát én ismerem, aki ezt kitalálta, amikor nyilvánosan azt mondja, hogy elfek nem léteznek. Elfek a mesében vannak. Az, hogy egyes litván állampolgárok önkéntesen miket posztolnak az internetre, hát ehhez nekem mi közöm? Egészen zseniális. A deniability ugyanúgy ott van mögötte. Ezt egyébként sok más országban is meg lehetne csinálni, a baltiaknak sikerült. Ezért azt fűzném hozzá, hogy ez egy jó kérdés, hogy mennyivel lehet az oroszok ellen fordítani saját módszereiket, és a baltiak mutattak erre kitűnő példát, hogy ez lehetséges, de azt gondolom, hogy általában nem ez a jellemző, tehát hogy ez felvet egy politikai és morális dilemmát is, hogy vajon lehet a propagandával szembe propagandát használni, azaz ugyanolyan gátlástalanul hazudni, és manipulálni, hogyha mi azt gondoljuk, hogy eleve jobbak vagyunk, és rendes nyilvánossággal és szólásszabadsággal rendelkezünk. Szerintem ez a politikai probléma, a morális pedig egyszerűen az, hogy mennyiben lehet nyugati trollfarmokat működtetni. És szerintem ami új fejlemény és kiemelkedő a mostani háborúval kapcsolatban, hogy egyrészt a már jó ideje működő úgynevezett tényellenőrző oldalak kezdték felvenni a kesztyűt, és próbálták ezeket a különféle manipulációs kísérleteket mind belföldön, mind külföldön tisztába tenni. Nálunk ugye az első ilyen tényellenőrző oldal a Lakmusz, gondolom sokan már ismerik, vagy ismeritek. Másik pedig láthatóan a nyugati nagyhatalmak, kormányok, azok egy teljesen másfajta ellenkommunikációt, vagy stratégiai kommunikációt kezdtek el folytatni. Tehát a brit külügyminisztérium, vagy az amerikai titkosszolgálat egyszerűen elkezdte nyilvánosságra hozni azoknak az információknak a rendkívül cenzurázott változatát, amely rámutatott, hogy Oroszország a Kremlben milyen katonai vagy politikai lépésekre készül, és ezt a mai napig folytatják, tehát nem azt választották, hogy ők manipulálni fognak, hanem a tény ellenőrzéshez hasonlóan megpróbálják elejét venni, vagy a közvéleményt és a döntéshozókat felkészíteni bizonyos fajta orosz lépésekre, bizonyos fajta narratívákra vagy hazugságokra, amik várhatók, és ezáltal valamilyen szinten erősítik az ezekkel való társadalmi immunitást vagy szembenállást. Mondatot még beszéltem
ukrán tisztviselőkkel, állami tisztviselőkkel a témáról, és nekik az a hozzáállásuk, hogy a dezinformációval, az orosz propagandával szemben az igazsággal lehet leginkább fölvenni a harcot. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy szimpatikus hozzáállás. Az kérdés, hogy mennyire hatékony hozzáállás. Tehát, hogy elég-e ez, vagy pedig még valamilyen fifikára szükség van ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a dezinformáció elleni harcban. Hát én is úgy gondolom, hogy az igazi, valódi információkat kell minél inkább megosztani az emberekkel ahhoz, hogy igazán fel tudjuk venni a harcot, vagy ellensúlyozni tudjuk valamennyire, hogyha ez jó szó, a dezinformációt. Ja, az Ukrajnában zajló háborúhoz, mint kerethez és környezethez visszatérve, nem feltétlenül láttam azt, hogy bárki a saját fegyverüket úgymond fordítaná az oroszokkal szemben. Talán ukrán gyártásban jelent meg valamennyi dezinformációs jellegűnek minősíthető kampánya, Kijev szelleme, vagy nem tudom, ez nem tudom, még van nektek, az egy jó példa egy teljesen nem létező dolognak. Az olyanra viszont én nem láttam megfelelően dokumentált esetet, hogy úgymond a nyugat gyártott volna hasonlóan hamis jellegű információkat, vagy vetett volna be olyan közösségi médián keresztül ható nem autentikus trükköket, mint bothálózatok és hasonlók, mint amilyeneket Oroszországban feltételezünk. Nem tudom, hogy ki találkozott vele, volt egy ausztrál kutatás nyáron, ami aztán Magyarországon is ment egy pár kört, én egy hónapja láttam egy olyan kutatás, ami arról szól, hogy az ausztrál kutatók megmérték, és azt látták, hogy sokkal több az amerikai Twitter bot az ukrajnai háború kapcsán, mint az orosz, és sokkal több az ukrán támogató, mint az orosz. Találkozott valaki? Vagy most magamhoz beszélek? Mert tök érdekes egyébként, nem tudom, hogy ki követte Elon Musknak és a Twitternek a történetét. A világ leggazdagabb ember, amikor megvette a világ egyik legfontosabb közösségi média hálózatát, és aztán ki akart belőle forulni, egyszer csak elkezdett mutogatni egy kutatást, hogy nagyon sok a bot felhasználó a Twitteren, és ezért nem szeretné végül megvenni, amire a Twitter azzal tromfolt, hogy az az eljárás, az az eszköz, amivel Elon Musk és az emberei megpróbálták kiszámolni, hogy mégis akkor hány bot van a Twitteren, az Elon Musknak is a felhasználói fiókért is botnak vélte. Ez pontosan ugyanaz az eszköz, mint amit ezek az ausztrál kutatók használtak, amikor megállapították, hogy sokkal több az ukrán párti bot a Twitteren. Ez egy... Amennyire én levettem, ez a nemzetközi tudományos közösségben egy közepesen kókáérségnek tartott eljárás, hogyha ez valakinek az eszébe jutott volna a kérdésre. Egyetlen rövid dolog, amikor az oroszok ellen a saját eszközöket fordítják. Az ukránok még egy esetben megcsinálták, és ez stratégiai szinten fontos. A deepfake-et tudjuk, hogy mi, ugye? Most a háború elején az oroszok kitoltak egy nem túl erős, de azért nem is olyan rettenetesen gyenge deepfake-et arról, hogy Zelenszkij felszólítja az ukrán népet megadásra, hadsereget, fegyverletétele, minden ilyesmi. Na most a deepfake az egy olyan információs eszköz, mint a... Hát majdnem olyan, mint az atomfegyver. Tehát a deepfake iszonyatosan pusztító tud lenni, különösen kevésbé fejlett, vagy kevésbé reziliens információs környezetekben. Na most az oroszok kijöttek ezzel a deepfake-kel, az ukránok 2 nap múlva kijöttek, backhackeltek néhány orosz médiacsatornát, és betoltak egy olyan deepfake-et, ami Putyinról szólt. Pont ugyanolyan rossz minőségű volt, mint az eredeti orosz. A troll témához szeretnénk hozzászólni. Az teljesen igaz, amit András mondott, hogy mivel ezeket az embereket teljesítményre fizetik, mondjuk Szentpéterváron, ezért nagyon sokszor primitív módszerrel ugyanazt a szöveget copy-pastelik be egy-egy komment folyamba, tipikusan a Facebookon mind orosz barát, mind orosz ellenes posztok és cikkek alá, hiszen az egyik esetben erősíti az orosz barát üzenetet, a másik esetben pedig ugye polarizálja, ami nekik a céljuk a különféle, mondjuk orosz ellenes közönséget, hiszen ott megpróbál valamifajta vitát szítani.
És nekünk volt idén két a trollkodásra fókuszáló kutatásunk, az egyik a V4-es országokat nézte meg, a másik pedig Magyarországot, Németországot, Olaszországot és Romániát. És ennek az volt az egyik fő tanúsága, hogy igen, a dezinformációs hibrid háború az nem áll meg Oroszországnál, nem áll meg Ukrajna határainál, hanem gyakorlatilag most már egy globális szintén zajló hibrid hadviselésről és dezinformációs műveletekről beszélhetünk, amelyet ilyen teljesen világszinten koordinált network hajt végre. Pontosabban, amikor megnéztük, hogy a V4-ben mi történt, akkor az volt látható, hogy ez a fajta copy-paste-elő troll-aktivitás elsősorban Csehországon és Magyarországon volt a legaktívabb, és azokat a tipikus narratívákat terjesztették, amiket mi már jól ismerünk, hogy Ukrajnában egy náci kormány van hatalmon, az ukránok népirtást követtek el keleten érő orosz kisebbség ellen, és ezért szükséges a beavatkozás, stb. Hogyha számokat nézzük, akkor Magyarországon a háború kitörését, tehát február 21-ét követő egy héten belül 5000 ilyen inautentikus poszt jelent meg, tehát nagyon gyorsan felfuttatták. Ezzel szemben Lengyelországban sokkal kevésbé volt megfigyelhető ez a típusú aktivitás, ami összefügg azzal, hogy mennyire reziliens, mennyiben orosz ellenesített társadalom, például Lengyelországban vagy Romániában, ugyanez egy primitív technika, de egy meglehetősen összetett és okos stratégia mentén működtetik, tehát kitalálják azt, hogy az egyes országban milyen fajta trollkodásra van szükség, tehát lehet-e, mint Magyarországon ezekkel a központi narratívák átvételével operáló troll műveletekkel haladni, tehát ugye nálunk egyébként a kormányzati médiában az volt megfigyelhető, hogy hát a kezdeti zavarodottság után, vagy most már visszatekintve Rogánék már egy-két héttel korábban tudták, hogy talán itt lesz háború, miközben Orbán Viktor ugye még mindig azt gondolta, hogy Putyin elmondta neki az igazságot februárban, zárója bezárva. Tehát itt a kezdeti zavarodottság után a kormány médiában azt láthattuk, hogy ketté vált a kommunikáció, egyrészt a percről percre szóló tudósítások az valamennyire objektívek és tényalapúak voltak, ezzel szemben a különféle véleménycikkekben és showműsorokban vagy YouTube-os videókban ugye elkezdtek terjedni ezek a népirtásról, vagy etnocidiumról, a kárpátai magyarok üldözéséről szóló különféle narratívek, és hogy erre nagyon könnyű ráültetni ugye a központi orosz stratégiai kommunikációt. Ezzel szemben Lengyelországban ez nem menne át. Ugye a lengyelek alapvetően nem bíznak semmiben, ami a Kremltől vagy Oroszországból jön hivatalos csatornákkal. Jön mindegy, hogy pozitív vagy negatív. És Lengyelországban és Romániában azt figyelhettük meg, hogy ott alapvetően nem ezeket a háborús narratívákat erősítették, hanem megpróbálták a helyi társadalmat polarizálni, megpróbáltak az ottani meglévő félelmekre rájátszani. Tehát például a lengyeleknél azt mondták, hogy hát itt az a gond ezzel a háborúval, hogy Oroszország valójában a NATO-val áll szemben, és a NATO megpróbálja betolni Lengyelországot egy Oroszországgal való közvetlen katonai konfliktusba. Ez volt az egyik. Romániában pedig azzal példáloztak, hogy hát bizonyos történelmi negatív események kapcsán Románia és Ukrajna között legalább annyira rossz a viszony, mint Románia és Oroszország között történelmi szempontból. Tehát, hogy megpróbálták itt a diskurzust eltéríteni, és nem közvetlenül legitimálni az új inváziót, hanem ezzel kapcsolatban bizonyos fajta kétségeket felébreszteni. És hogy a nyugati példákat lássuk, nyugaton, tehát Németországban a legnagyobb példányszámú médiumokat, napilapokat célozták be, a Zeitet, a Bildet, tehát a hozzájuk kapcsolódó grassroot kommunikációt igyekeztek befolyásolni, és ott megpróbálták átkeretezni Lengyelországhoz hasonlóan ezt a történetet, tehát azt mondták, hogy itt valójában az a kérdés, hogy a Nyugat és Oroszország hogyan áll egymással szemben, és megpróbálták ezt egy ilyen Amerika ellenes diskurzussá formálni, hogy itt valójában a Nyugat vagy Amerika a Szovjetunióval állítólagosan a 90-es években kötött megállapodásukta fel, ami arról szólt volna, hogy ez egy teljes kamu, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé,
nem vesz fel újabb tagállamokat, és hát valójában ezt a status quo-t és ezt a megegyezést rúgták föl később, azaz hát a nyugat az, amelyik mindig manipulál, a nyugat az, amelyik orosz ellenes érzelmeket kelt, és hát valójában Kijevben 2014-ben egy nyugati puccs történt, tehát ezzel visszatérünk egyébként az egyik eredeti inváziós narratívához, hogy ugye Ukrajna nem létezik, Ukrajna egy CIA bábállam, amit Bajer Zsolt is nagyon-nagyon népszerűen már régóta hirdet, nem tudjuk, hogy pénzért vagy ingyen, de ez most az ügyvédeim miatt nem is fogalmazhatok másképpen. Minden esetre ez a taktika, ez meglehetősen hatékony, meglehetősen primitív, és ami számunkra megmutatta, hogy ez egy világszintű koordinált hálózat, az az volt, hogy egyrészt igen, ezeket angolból fordították le, ezeket a kommenteket nagyon sok esetben, illetve lehetett látni azokat a nyelvi hibákat, amikor egyes ilyen fordítások után ugye nem magyaros, vagy nem németes, vagy nem olasz nyelven megfelelően történt, és hogy a hálózatban, tehát amikor utána mentünk az egyes kommentek disszeminációjának, akkor találtunk dél-amerikai, indiai accountokat és médiumokat, találtunk például nigériai előhívószámmal rendelkező szintén hamis felhasználókat, ami azt mutatta, hogy ahogy András mondta, ezeket felülről irányítva ilyen hierarchikus módon terjesztik, és egy nagyon kreatív módon ugye több kontinenst átívelő network részeként terjesztik, legalábbis az ilyen közvetett nyelv és más bizonyítékok alapján. Igen, egy kis hazánkat már itt régóta kerülgetjük, és most már szerintem térjünk is rá, úgyhogy a következő kérésem az lenne, hogy Magyarországon milyen szereplői vannak az orosz propagandának, van-e valamilyen sajátos jellegzetessége, ami csak Magyarországon figyeltő meg, illetve van olyan szereplő Magyarország, aki nem azért folytat orosz propagandát, mert mondjuk onnan pénzt kapadnak, milyen motivációi lehetnek, hogy ezt megtegye? Hát kezdjem azzal, hogy Magyarország rendkívül speciálisnek tűnik abban a tekintetben, hogy az orosz propagandát nem csak világosan orosz bekötésű, vagy olyan teljesen homályos entitások művelik, amelyek nem feltételezhető az orosz bekötés éppen a homályosság miatt, hanem a lehető legnagyobb történelmi és jogi felhatalmazással rendelkező bejegyzett televíziók és újságok, amelyek érdekes módon a politikai életek kizárólag az egyik térfelén találhatóak meg. Ilyet nem nagyon lehet látni máshol. Az egy nagyon jó kérdés, hogy ezekben akár a közmédiában, akár a Fidesz-el szövetséges egyéb médiákban ki és miért csinálja azt, amit csinál. Ez valamennyire egy distinct struktúra attól, amit elsősorban kicsi internetes hírportálnak tűnő dolgoknál lehet látni. Van a magyar információs térnek vagy ökoszisztémának elég sok olyan szereplője, aki sokkal látványosabb szerepet látszik betölteni annál, mint amire egyébként indokoltnak tűnne. Nem tudom, hogy találkozott-e bárki az oroszhírek.hu domain címen elérhető szájta, nagyon világosan mondja, hogy micsoda orosz hírek vannak. És van még egy rakás hasonló, amik impresszum nélkül, meg mindenféle, hogyha az ember Magyarországon egy újságot szeretne működtetni, akkor ennek vannak különböző törvényi definíció, hogy ez mitől újság, vagy médiatermék, online hírszájt, mindegy, hogy pontosan hogyan hívjuk, és akkor be is kell magát regisztrálni az erre szolgáló hatóságnál, de most ezek a hírszájtnak tűnő micsodák, ezek nyilván nem regisztrálják be magukat sehol, nem jelzik, hogy ki írja őket, ezek nem feltétlenül ugyanazt csinálják, mint a Magyar TV egyes adása, meg az Origo.hu, amit mindenki ismer, hogy ezek ebben a tekintetben talán más jellegzetességű módon működnek. Elfelejtettem, hogy hova akartam eljutni. Elteszi valaki? Köszönöm. Én általában próbálok nem magyarozni, mert az embernek oroszosként van elég problémája. Úgyhogy tényleg csak néhány sajátosság. De szó volt már a hibrid hadviselésről. De 2014-től kezdve az összes
közép- és kelet-európai, valamint skandináv ország elkezdett létrehozni, vagy állami, vagy nem állami keretben a hibrid hadviselés elleni szervezeti egységeket. Van, ahol ez külön kiválósági központ, Finnország, van, ahol a belügyminisztérium alárendeltségében működik, ez Csehország, van, ahol ki van szervezve formálisan egy közalapítványnak, de valójában ez is állami, mindenféle modell van erre. Magyarország az egyetlen olyan ország, ami nem hozott szervezetszerű ellenintézkedéseket ez ellen az orosz befolyásolási mód ellen. Mai napig nincs nálunk olyan szervezeti egység, ami a hibrid hadviselés elleni aktív tevékenységgel foglalkozna, vagy az állami szervek erre vonatkozó tevékenységét fogná össze. Tehát valamiért nem történik ellentevékenység. Ami a különféle ilyen nagyon, nagyon furcsa hírszájtokat, meg hasonlókat illeti, ugye a magyar állam, ha valakinek rá akar ülni a nyakára, vagy rá akar lépni a nyakára, akkor azért meg tudja tenni. Tehát a NAV-tól kezdve a foglalkoztatás egészségügyig mindenféle módon rá lehet szállni a hatalom számára nem annyira kívánatos szervezet, megjelenési ellenzéki csoportokra, médiára, minden ilyesmire. Tehát látunk erre rengeteg példát. Be lehet vinni naponta az őrszobára, lehozza a Magyar Nemzeti Kihallgatási Edzőkönyvét a kihallgatás előtt, vagy mit tudom én, tehát most ez fiktív példa az ügyvédek kedvéért. Tehát nagyon komoly nyomásgyakorlási eszközei vannak a magyar államnak, amiket időnként lelkesen demonstrál, hogy vannak ilyenek. Na most az orosz információs apparátusnak az outletjei ellen semmi ilyen típusú ellentevékenység nincs. Pedig tényleg nincs impresszó, nincs napvizsgálat. Van olyan, szándékosan nem mondok nevet, de az illető nézi, tudni fogja, hogy róla van szó, tehát engem megkerestek már ilyen outlet, hogy írjak nekik pénzért Belarusról, készpénzért. Kis barátaim, készpénzért. Nyilván nemet mondtam. Ezt azóta nem próbálták meg. De mennyit ígértek? Az mindegy. Nem eleget. Na, nem eleget. De itt is ennek utána lehetne menni. Készpénzért kifizetni egy munkát, az egy adóügyi jogszabály sértés, ennek utána lehet menni, kész, meg lehet fogni az illetőt. Tehát itt is az ellentevékenység hiánya, ami egészen döbbenetes. Az is az egészen döbbenetes rovat szintén az ellentevékenység hiánya. Magyarország az egyetlen olyan ország, ami a februári eszkaláció óta nemhogy nem utasított ki orosz diplomatákat, vagy diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőket, hanem az orosz diplomaták létszáma még nő is. Ugye az, hogy hány diplomata van rakhelytelve, ez nyilvános adat, ezt el lehet kérni a külügyminisztériumtól. Február előtt ez nagyjából 46-47-48 fő volt a budapesti nagykövetségen, és még néhányan a debreceni konzulátuson. Most erre ez a 46-47, ez felment 56-ra. A Ponyi Szabi szokta ezeket kiásni. Tehát nálunk még több orosz diplomata is van, valamiért nem gondoljuk azt, hogy itt lenne közöttük olyas valaki, aki esetleg, hogy is, a diplomáciai státusszal nem összeegyeztethető tevékenységgel foglalkozik. De valamiért ez nálunk nincs. Tehát itt is az ellentevékenység hiánya az, ami szembetűnő. És még egy dolog, ami, hogy az ember oroszosként ki van érezve arra is, hogy hiányokat vegyen észre. Hogy észrevegye azt, hogy valami nincs. Nem tudom, szoktátok-e követni a budapesti orosz nagykövetség Facebookját? Nem szoktátok, szép dolog. Én szoktam. Gyerekek, iszonyatosan primitív. Tehát olyas valaki írja, aki nem tud rendesen magyarul, és így markánsan nem tud magyarul. Tehát felfoghatatlan, hogy miért kommunikálnak ennyire primitíven, miközben például szlovák kollégák ásták ki, hogy a pozsonyi orosz nagykövetség az naponta tizednéhány posztot tol ki, és hiperaktív és jelen van a szlovák közösségi térben, tökéletes szlováksággal nagyon jól tolják. Ugyanezt csinálják Prágában, ugyanezt csinálják a balti államokban. Nálunk valamiért az orosz nagykövetség nem érzi szükségét, hogy hatékonyan kommunikáljon. Vajon miért? A megoldás, hogy ennyire hülyék. B megoldás, hogy annyira biztos a maguk, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert van, aki van más, aki elvégzi a munkát. Nem tudom, hogy mi az ok. Én csak a hiányt látom. Hogy miközben tudjuk, hogy az orosz nagykövetségek jellemzően iszonyatosan profik. Ezek nem hülyék, tényleg nem hülyék. Különösen a szolgálatokhoz bekötött részei a nagykövetségeknek. De tehát, ami a magyar állam részét illeti, a nyilvános szférában látható ellentevékenység teljes hiánya az egyik,
És a másik, hogy az orosz állam sem lát, sem érzékelhető, hogy úgy gondolná, hogy neki nagyon aktívnak kell lenni a kommunikációs térben, mert valamiért úgy érzik, hogy nincs erre szükség. Most ami talán változás, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, ugye ezt egy pár hete sikerült megtalálni teljesen véletlenül, az RT, a moszkvai szerkesztőség keres magyarost. Pillanatig elgondolkoztam, hogy csak pusztán trollkodásból jelentkezem. Nem rossz, tehát Moszkvában a parkkultúri, tehát hogy a belvárosban van az iroda, és nagyon jó munkahely, meg versenyképes fizetést ígérnek, sajnos rubelben. De eddig ez nem volt. Ugye volt ez a terv, hogy legyen RT magyar adás, még 13-14-ben. Én úgy tudom, hogy azért sem valósult meg, mert ugye akkor zuhant be az olajár, elkezdett az orosz költségvetés hosszú állni, és egyszerűen nem volt pénz erre az egész dologra. Nem tudom, hogy Jusz Lászlóra lett-e volna pénz, ezt tőle kéne megkérdezni, tök érdekes lenne megkérdezni tőle. De hogy ott, én tudom, hogy alapvetően a pénzhiány volt az ok, amiért nem indították el. Nem csak a magyar RT projekti halt meg, hanem egy csomó másik kisebb nyelven sem indult el. De mondjuk azóta se kezdték újra. Tehát tényleg én nem tudom, hogy miért történnek dolgok, kívül az ember ezt nem látja. Az ellentevékenység teljes hiánya az viszont egészen meglepő. Én ez azt fűzném hozzá, hogy egyetértek, hogy itt nincs meg a politikai akarat, hiszen láthattuk a magyar kormány 56-tal kapcsolatos kommunikációjából, hogy valaki megtámadta Magyarországot, valakik elnyomták a magyar népet, valakik ellen kitört a forradalom, és hát ez szörnyű tragédia volt, de nem tudjuk, hogy ki okozta. De most a szomorú viccet félretéve, ugye van egy jó meg rossz hírem. A jó hír az, hogy a magyar kormánypárti média explicit orosz barát kommunikációjának köszönhetően Magyarországon hát elsorvadt ez a fajta alternatív orosz barát médiahálózat, és hogyha megpróbáljuk felrajzolni ennek az evolúcióját, akkor 2010 előtt azt láthattuk például a Jobbik példáján, hogy az úgynevezett Kovács Béla nevezetű orosz hátterű üzletember, ugye, akit ma már becsületesebb nevén KG Bélaként ismerünk. Ő 2004-2005-ben beépült a Jobbikba, nagyon hamar a Jobbik egyik legnagyobb donorjává vált, és azzal a lendülettel a Jobbik külpolitikai kabinettjét Moszkva felé fordította. Tehát, hogy látható volt egy olyan politikai művelet, egyfajta aktív művelet, vagy titkosszolgálati művelet, ami azt igényelte, hogy egy ember beépüljön egy adott pártba, mert hogy a mainstream pártokat akkor nem igazán tudták megkörnyékezni, főleg nem az ellenzékben, még harcosan orosz ellenes Fideszt. Ezt követően továbbra is az ilyen szélsőségek vagy fringe-ek mentén mozogva, körülbelül 2010-ben volt a hétfő elnevezésű portálnak az átvétele, ami abból állt, hogy az akkor még aktív és ma már ugye felbomlasztott szélsőjobboldali és neonáci magyar nemzeti arcvonal, akinek a tagjai ugye az orosz katonai titkosszolgálattal, GRU-val gyakorlatoztak, nem tudom, Bakonyban vagy hol, ilyen airsoft lőgyakorlatot tartottak nyilván abszolút kölcsönös barátság egyében és pozitív jövő jegyében. Mindenesetre ők létrehozták ezt a hídfő elnevezésű orosz irányultságú honlapot, vagy új médiás médiumot, amit nagyon gyorsan átpasszoltak valakiknek. Dezső András az akkor még az Indexnél dolgozó tényfeltáró újságíró derítette ki, hogy a hídfő az orosz titkosszolgálatnak valami fajta üzenőfizete, valami fajta egy elemzői outletje, amely nem csak orosz barát, vagy orosz narratívákat próbál közvetíteni, nem csak Moszkva pozitív percepcióját próbálja előállítani Magyarországon, hanem egy olyan fajta elemzésekkel próbál szolgálni, ami Magyarországra vagy a régióról fontos belátásokat tartalmaz. De hogyha megfigyeljük, akkor ugye a Kovács Béla ügyet követően az történt, hogy szintén egy ilyen szélsőséges mozgalom által létrehozott portált kellett átvegyen vélhetően az orosz titkosszolgálat, hogy itt valami fajta média beágyazottsággal rendelkezzen, és ugye 14-ben volt az a hídfős ügy, amikor megvádolták Magyarországot az akkor még csak krími konfliktusba való beavatkozással, ugye lefotóztak egy ilyen
vasúti hadoszlopot, amely T-72-es. T-72-es ment egy Csehországban nyáron 14 nyarán. Igen, T-72-es tankot szállított A-ból B-be, és az volt a sztori, ez egy úgynevezett aktív művelet, ami az információs művelet, a titkosszolgálati műveletekkel kapcsolja össze a közvélemény befolyásolása, vagy a kormányok aláásása érdekében. Szóval egy ilyen aktív művelet volt, hogy igen, létezett ez a hadoszlop, igen, ezek a tankok voltak rajta, valaki tudta, mikor megy, oda ment, csinált egy fotót, és utána ezt kirakták, hogy hát Magyarország Ukrajnának szállít tankokat, ez micsoda a botrány, és nyilván ez egy mondásokban el tudja mondani, ez a NATO-nak szánt egyfajta üzenet is volt. Minden esetre az evolúciónak ez volt a második lépcsőfoka, amikor a magyar médiatérben egy-két médium révén jelen volt az orosz propaganda, és az időben, ahogy előre haladtunk, hát nem tudom meddig, talán 2016-17-ig ez a médiatér egyre inkább bővült, ugye ma már az orosz hírek ennek a hálózatnak a tagja, korábban volt ugye a Newsfront, és különféle, igen, az orientalista és különféle ilyen kisebb hírszájtok, de ma már olyannyira erős és olyannyira meghatározó a kormánypárti médiának a úgymond geopolitikai irányultsága, amit tudjuk, hogy nem csak Oroszország, hanem Kína irányában is rendkívül elfogult. Ennek jó példája, hogy a kínai nagykövet ugye az Egyesült Államokat a magyar nemzetben osztotta ki. Hát ugye ez, meg ez egy nagyon sajátos ugye, stílus és nagyon sajátos befolyásolási törekvés, aminek a magyar nemzet teret engedett. Minden esetre ma már nem ez a jellemző, tehát ez a fajta közvetlen orosz jelenlét, ez már nem meghatározó Magyarországon, inkább a kormánypárti médiumok és az úgynevezett szürkezónás médiumok a meghatározók, akiknél nem igazán lehet tudni, hogy orosz vagy kormányi érdekeket szolgálnak, hiszen általában nem közdik a szerkesztőség vagy a cikkírók nevét, illetve hol kormánypárti, hol orosz barát narratívákat terjesztenek. Hozzászólni nem szeretnék, de gyorsan kiengedtek a mostóba, mindjárt vagyok pedig. És ugye az ilyen szürkezónás média csatornák esetében ugye nem gondoljuk, hogy 2 percnél tovább tart megmondani, hogy ki írta a cikket és honnan. Tehát ennek azért megvannak a technológiai eszközei, még a nyilvános szférában és az állami szférában, meg főleg megvannak ezek az eszközei. Tehát ha lenne akarat az ezek elleni fellépésre, technikailag nagyon-nagyon könnyű volna, különösen azért, mert ugye 2,5 éve rendkívüli jogrendben élünk. Tehát rendkívüli jogrend idején még több dolgot meg lehetne csinálni még hatékonyabban. Valamiért mégsem történik. Én mondod, hogy mennyire nincs akarat a rossz indulatú befolyás kiküszöbölésére. Hát a külügyminisztérium körüli incidens az ékes bizonyítéka ennek, ugye, hogy nem vették fel a harcot az orosz hackerek befolyásával szemben. Ez amúgy így, hogy nézhet ki, hogy akkor lehet ott, hogy ilyen minisztérium szinten van ilyen orosz összekötő tiszt, vagy ez hogy működhet? Van-e valamilyen ötletetekre esetleg? Ez nem tudom, mennyire kutatott téma, és lehet ebben a szempontból a Marcit is érdemes lehet megvárni, hogy ők mondjuk próbáltak ennek utána szaglászni, hogy itt hogyan történik az információ átkonvertálása itt az orosz médiumokról, mondjuk nem mondjuk egy kormánypárt média terméknek a hasábjaira. Megint jókat kérdezek. Jó, egy hipotetikus országban ennek a hatékony módja az egyes minisztériumok mellé rendelt összekötő volna. Azt, hogy ez konkrétan a valóságban hogy működik, ezt én természetesen nem tudom. Ez is sem úgy, mintha itt tudnánk csak, hogy próbáljuk megtippelni, hogy esetleg itt hol kell keresgélni a bizalmat. Nézd, az állami működés az egy hierarchikus, adminisztratív, bürokratikus folyamat. Tehát valamilyen szinten valahol koordinálni kell azt, hogy egyes állami szervek hol lépnek föl orosz barát módon, vagy hol nem lépnek föl orosz barát módon. Egy hipotetikus országban ennek az a módja, hogy van olyan hivatalnak bizonyos minisztériumokban, aki az adott hipotetikus országba akkreditált orosz nagykövetséggel tartja a kapcsolatot, vagy közvetlenül Moszkvával. Tehát egy hipotetikus országban ennek az összekötő az adminisztratív értelemben hatékony módja. Hogy konkrét országban hogyan működik, ezt nyilván nem tudjuk.
Én ez nem értek feltétlenül, amihez az András ért, ezzel szemben el tudom olvasni, hogy mi jelenik meg a sajtóban, vagy a sajtónak tűnő interneten. Mi az elmúlt hónapok során próbáltuk megnézni, hogy hogyan működnek azok a szürkezónásnak becézett dolgok, mint az oroszhírek.hu és társai, és nagyjából arra jöttünk rá, hogy a legtöbb olyan content, ami megjelenik ezeken a nehezen meghatározható hátterű portálokon, az szövegszerűen 99%-ban általában fedi valaki másnak a hírét. Egyrészt két valószínű oka van ennek, az egyik az, hogy úgy hitelesnek tűnik, a másik pedig az, hogy így olcsó előállítani. Megfogod, átmásolod, megfogod, lefordítod, kirakod, és nem kellett embereket alkalmaznod drága pénzére, hanem valakit, aki annyit tud, hogy átmásolja vagy lefordítja. A maradék 1% általában az, ami érdekes, az valamiféle megtévesztő célzatú dolgot tartalmaz, és ez általában valamiféle, ez általában címben jelenik meg. De lehet adott esetben valamiféle nem létező tényre való utalás cikkszövegben, ebből a szempontból teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az volt az egyik érdemi felismerésünk, hogy a szürke zónás portálok által kirakott híreknek a többsége azt az 1%-nyi téves információt szinte mindig tartalmazza. Tehát nincs olyan, hogy az anyag az teljesen rendben van, és éppen ezért teljesen értetetlen az, hogy amúgy számos magyar állampolgár által hitelesnek tartott és gyakran felkeresett valós médiatermékek, azok miért használnak ezeket az impresszum nélküli, és a gyakorlatban mindig valamiféle megtévesztő információt tartalmazó híreket, és ezeket közlő hírszájtokat hírforrásként, mikor a gyakorlatban a kormány oldalal baráti viszonyban lévő különböző médiatermékek, a Magyar Nemzettől a Mandinerig, meg az Index, azok rendszeresen közlik ezeket. Plasztikus példa, volt egy relatíve friss ENSZ jelentés most ez ősszel a háború során elkövetett, az ukrajnai háború során elkövetett háborús bűnökről, úgy ukrán, mint orosz részről. Ez egy tulajdonképpen 17 oldalas jelentés, ennek a 95%-a az orosz fél által elkövetett háborús bűnökről szól, amelyeket jellemzően minimum szemtanúk és más egyéb források igazolnak, azzal a megjegyzéssel, hogy ennél még lehet több is, csak ennyit sikerült összeraknunk addigra, amire kiadtuk a jelentést. És egyébként van két bekezdésnyi vélelmeztető ukrán háborús bűn is. Ezt az erről a jelentésről szóló hírt, azt a Mandiner teljesen megfordított arányokkal írta le és rakta ki. A szövegből látszik, hogy ki máshoz mondatokat a szövegből is rákeres, akkor látod, hogy ezt az oroszhírek.hu-tól vették át. Teljesen értelmezhetetlen, hogy a Mandiner, ami amellett, hogy egy hírszájt, amellett egy heti lap is, ami bizonyos elítások szerint különböző minisztériumokban kötelező olvasmány a dolgozóknak, az miért használná megbízható hírforrásként egy impresszum nélkül, nem tudom, mit csinálnak az anyagait. Így látjuk azt, hogy a magyar média ökoszisztémának egy bizonyos térfele hogyan teszi mégis releváns szereplőkké ezeket a szürke zónás oldalakat. Az annyit fűznék hozzá, hogy szerintem így intézményesen három mechanizmust azonosíthatunk az orosz üzenetek terjedésében. Hát az egyik nyilvánvalóan Rogán Antal, aki heti vagy napi eligazítást tart a éppen aktuális és nagyon pontosan bemért politikai üzenetekről. Nyilvánvalóan ennek van geopolitikai, külpolitikai vonzata, tehát hogy itt abszolút a magyar médiatér centralizáltságáról és ennek gyakorlatilag központi irányításáról beszélhetünk a miniszterelnöki hivatalból. Másik szint, vagy másik mechanizmus, amit hát kreatív cenzúraként jellemeznék, gyakorlatilag a kivonadva a központi ukáz, akkor hát ezt mindenki variálhatja egy picit. Tehát, hogy akkor az Origo kereshet egy hamis videót, vagy esetleg a Mandiner felmegy az orosz hírekre, és akkor nekik szimpi az, hogy van ez a hír, vagy éppen az a vádják Ukrajnát, hogy
a CIA segítségével kémiai fegyvereket fejlesztettek ki, vagy éppen a Covid vírusát. Szóval ez a második mechanizmus, hogy van egyfajta spontaneitás szerintem a rendszerben, ami egyszerűen a megfelelésből áll, a megfelelési kényszerből. És harmadrészt, ugye míg az első kettő mechanizmus ez meglehetősen direkt, intézményi háttérre rendelkezik, a harmadik inkább indirekt, amikor ugye szóba kerültek a szankciót ellenző argumentumok, hogy ez több kárt okoz Európának, mint Oroszországnak, hogy egy nem is tudom, energetikai törpe áll szembe, egy energetikai óriása, hogy Orbán Viktort idézzem, vagy amit Massziártó kikért magának, hogy hát egyrészt mi nem téreztünk orosz propagandát, másrészt hát nem lehet a szankciókról és a háborúról egy racionális, értelmes vitát folytatni, hiszen akkor beszélni kellene nyilvánvalóan a magyar részről Oroszország szerepéről, beszélni kellene arról, hogy mi ennek az igazi geopolitikai tétje, már pedig nem a pénz, nem a szankciók, nem a kereskedelem, hanem maga a háború, illetve a mi regionális stabilitásunk, és mondjuk egy atomháborúval szembeni védekezés adott esetben sajnos. Szóval, hogy ez a fajta retorika, ez úgy orosz barát, hogy nagyon sok országban jelen van, nagyon is azt gondolom, van ténybeli alapja, tehát igen, magas a gázár, magas az energiaár, ebből nagyon sok európai probléma következik, de ahogyan Magyarországon ezt használják és terjesztik, az indirekt módon nagyon-nagyon megerősíti a Kreml helyzetét, megerősíti az ő egyéb energiával kapcsolatos narratíváikat, miközben részben van ténybeli alapja, részben igen, ez egy olyan narratíva, egy olyan üzenet, amit máshol is terjesztenek. Például a kutatásunkban kiderült, hogy Olaszországban főleg a gáz ára volt a húzó téma, és hogy hát ezzel nem picit lehet védekezni, hogy ez orosz propaganda lenne, vagy sem, de hát a magyar média térnél azért láthatjuk, hogy ezek az üzenetek, még hogyha ilyen nem is direktben, de segítik a Kremlt. Még egy faktor, kollégák, a nettó éjsötét ostobaság. Egy csomó ember dolgozik a kormányzati médiában, aki kettőig nem tud elszámolni, és azt is csak lassan. Tehát egy csomó esetben, amikor mondjuk, nekem nagy kedvencem, amikor a Rio Novosti-re hivatkoznak. Ugye az a bizonyos Rasszia Szivodnya ügynökség, amihez ez Sputnik tartozik, na a Rio Novosti ugyanoda tartozik. Tehát Rio Novosti hírt idézni, az valami egészen felfoghatatlan hülyeség, mert ugye ugyanannak a konglomerátumnak a része, aminek az alapító okiratában benne van, hogy ez nem hírügynökség. De szerintem ebben az információs apparátusban, akik dolgoznak, jelentős részben fogalmuk nincs, hogy valójában mi az, amit ők csinálnak, és mi az, amit ők terjesztenek. És az ismerethiány, ugye különösen én nagyon szűk dolgokkal foglalkozom, az Ukrajnával kapcsolatos ismerethiány az egy nagyon termékeny táptalajt ad a dezinformációnak. Mert ezek a gyerekek nem tudnak nyelvet, életükben nem jártak Ukrajnában, nem tudnak erről semmit, tehát hogy szűz talajra hullanak ezek a magoknak. Tehát ezt régen úgy mondták, hogy a szakértelem az nem akadályozza a párt iránti hűséget, de 89-szer adta mindenféle ilyen munkás komisszárok kinevezésekor volt ez a narratíva, és ugyanezt látom. Tehát hogy amikor leülsz ezek az emberekkel beszélgetni, és elmondasz nekik dolgot, akkor ilyen nem hiszem, az nem úgy van. És akkor elkezdett bizonyítani, hogy de, és akkor néha látod ezt a rádöbbenést, hogy uram, atyám. Tehát tényleg az ismerethiány az egy nagyon komoly sebezhetőséget jelent. Tehát amikor tényleg őszinte hittel tudod leírni azt, hogy mit tudom, Mariupolban az Azovstál üzem alatt amerikai biolabor volt, és elfogott NATO tábornok. És mikor két dolog nem kerül elő, biolabor meg NATO tábornok, de mivel a gyerek nem tanult meg gondolkodni, meg mondjuk már Hoffmann Rózsa alatt járt középiskolába, és 23 évesen vezetőkutató valahol, akkor fel sem tűnik neki. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenhol érdemes ilyen szuper rafinált KGB-lákat keresni, aki egyébként tényleg egy vérprofi. Tehát, hogy én történész vagyok, én nagyon remélem, hogy KGB-re elég sokáig él ahhoz, Putyin meg nem, hogy lehessen majd KGB-lával interjúkat csinálni, meg kiásni a magyar levéltárakból, hogy ez hogy volt. Tehát KGB-la tényleg egy zseni. Tehát valószínűleg a kémkedés történetében külön fejezet lesz, itt Közép-Európában biztos. De egy csomó esetben itt nem ilyen szuper rafinált KGB-lák, vagy idősebbek kedvé, stidlicek vannak,
hanem tényleg nettó butaságból terjesztenek egy csomó dolgot, mert egyszerűen nem tudják, hogy ostobaság, amit terjesztenek. Nekem még csak két kérdésem, aztán lassan átadnám a közönségnek a szót, úgyhogy mindenki elmélkedhet a velős kérdéseim. Ebből az egyik kérdésem az lenne, hogy mit tehet az egyszerű állampolgár az orosz dezinformáció ellen, és itt nem csak arra gondolok, hogy akár egyszerű állampolgár, akár a kutyapárt mit tud csinálni, hanem például arra is, hogy akkor például hogyan ismerjük fel ezeket az álhíreket, milyen jellegzetes hibeik vannak, amikből ezeket ki tudjuk szűrni. Nyilván tudom, a tényellenőrzés az egy nagyobb szakma, és itt még egy külön kerekasztal beszélgetés témája is lehet, de csak ilyen tényleg ilyen néhány főbb gondolatban ezt így felvázolnánk, hogy lehet csinálni, azt szerintem hasznos lenne. Igyekszem különböző pontokba szedni azt, amit mondani szeretnék. Ez most hallatszik? Igen. Szuper jó. Az első dolog az, hogy igen, amikor ezek a kérdések felmerülnek, akkor mindig vannak olyan emberek, akik szeretnék valahogy korlátozni a szólásszabadságot, mert úgy vélik kontrollálni azt, hogy a megfelelő vélemények jussanak el, és nem a nem megfelelő vélemények. Én tekintetően, hogy újságíró vagyok, én csak más ellensponton vagyok, én a minél több és minden jobb újságírásban hiszek, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy tessék jó újságokat minél többet olvasni és támogatni őket egyrészt. Másrészt, ha az ember megnézi, hogy különböző netto dezinformáció terjesztő szürkezónás websájtok, azok honnan szedik a látogatóikat, ugye erre vannak bevett marketingiparban használatos eljárások, a SimilarWeb az egyik klasszikus, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a legtöbb ilyen websájtra, a Facebookon keresztül jutnak el az emberek, míg azokra a híroldalakra, ahol általában a magyar emberek híreket szoktak olvasni, oda azért mennek, mert direkt kerültek oda, beütötték, hogy index.hu vagy telex.hu, és oda mentek. A szürkezónás, vagy jellemzően dezinformáció terjesztő hírszájtoknak a sajátja, hogy specifikusan látványos, ijesztő és nem feltétlenül minden esetben igaz címekkel operálnak, ennek két funkciója van. Az egyik az, hogyha rá se kattintasz, akkor is látod, hogy a Facebook falad, az tele van azzal, hogy megint egy nap alatt 200 stratégiai győzelmet ért el Oroszország, amikor a valóságban lehet, hogy ennél valamivel kevesebbet. A másik pedig az, hogy akár rá is kattintatsz már, hogy akkor ez itt tök fontos, és akkor meg akarod tudni, hogy mi van, és akkor ott lesz egy ugyanúgy az MT-ből kimásolt szöveg, mint amit máshol is el tudsz olvasni, de akkor már oda vagy kattintva, erről érdemes leszokni. Valószínűleg valamiféle önmoderációs eljárás tartozik hozzá. Lett volna egy harmadik, valamikor remélem az eszembe jut. Ez a szólásszabadság, ez egy érdekes dolog. Van ez a régi szovjet vicc, hogy a szólásszabadság az egy dolog, na de a szólás utáni szabadság. Az már egy másik. Én ilyen belett egy picit radikálisabb vagyok. Két ember vitatkozik. A ember vitatkozni akar, B ember verekedni. A ember meg lesz verve. Tehát ugye sakkozókkal boxolni szeretek, boxolókkal sakkozni. Én azt gondolom, hogy igen, minél több, minél minőségibb újságírás, de emellett szerintem igenis szükség van arra, hogy bizonyos, konkrétan, bizonyíthatóan veszélyes szájtokat el lehessen hallgattatni. Mert például, tehát, hogy a Covid volt erre a példa, hogy nettó életveszély, aki oltásszkepticizmus narratívákat terjeszt, ebben meg lehet halni. Ez nem játék. Az ukrajnai háború, az ukránok nem véletlenül tiltottak be rengeteg, először nagyon sok orosz barát outletet, aztán meg az összeset. Mert ott ténylegesen olyan esetek voltak, hogy harcászati, időnként hadműveleti jelentőségű dezinformációt terjesztettek egy háborúban álló országban. Igen, ezeket be kell tiltani. Amikor háború van, akkor az információs környezetet ennek megfelelően kell menedzselni, annál is inkább, mert ha az ellenfeled ezt csinálja, te meg nem, akkor ugye meg lesz elverve. Tehát én egy picit hamis dilemmának érzem ezt, vagy nem benne teljesen hamis dilemma, de hogy minél több és minél minőségi újságírás, az nem feltétlenül ellentétben azzal, hogy aki nettó bizonyíthatóan, ismételten hazug, és konkrétan mondjuk háborús helyzetben ellenséges narratívát terjeszt, azt igenis el kell hallgattatni. És ugye annál is inkább, mert ugye ha lemodellezzük, hogy a dezinformátor, orosz információs ügynök, agent Vliányi, vagy befolyásolási ügynök, hogyha
az orosz kifejezést használjuk, neki hogy néz ki a kockázat kalkulusza. Betolok egy hazug narratívát, ha sikerül, tök jó, plusz. Ha nem sikerül, mint kockáztatok, semmit, nullán vagyok. Tehát betolom a következőt, hát ha sikerül. Jelenleg ebben az országban az orosz információs ügynökök kockázat kalkulusza az nulla pozitív. Ha sikerül, jó, ha nem sikerül, semmi gond, megpróbáljuk újra. Én szerintem egy reziliens információs környezetnek része az, hogy a külső ártó szándéka befolyás terjesztőjének a kockázat kalkulusát meg kell változtatni. Hogy igenis legyen negatív is, kockáztasson valamit. Nem feltétlenül, sőt, hát nem, nyilván nem észak-kóreai megoldásokról beszélek, de mondjuk name and shame. Ugyan már miért ne? Tehát nem nagyon látom az ellenérvet az ellen, tehát hogy az ellen, hogy valamilyen szintű aktív ellentevékenységet kifejtsünk. És vannak erre sikeres példák. A Baltikumban egészen hatékonyak ezzel szemben. Finnország. 3 évet éltem ott, valamennyire ismerem a finn információs teret, meg az ott zajló küzdelmeket. Ugye már említett Jessica Aro nevű újságírót, olyan szinti információs nyomás alá helyezte a finn fringe média, ennek egy Ilja Janickin nevű orosz származású finn volt a vezetője, hogy Jessica Arónak konkrétan el kellett hagyni a Finnországot. Mert ténylegesen mentek utána, fotózták, hamis pornográf tartalmoképeket tettek ki az internetre, minden ilyesmi, mindezt a szólásszabadság jegyében évekig. És aztán végül is az lett a megoldás, hogy a finn rendszer összekapta magát, és elítélte Ilja Janickint valami teljesen más, hiszen defamation, tehát hogy ez a rossz hírnépbe kever, és Ilja Janickint börtönbe került. És onnantól egészen sokat csendesedett a finn információs környezet, mert rájöttek a fiúk, hogy bizony kockázat van. Tehát amíg nem teszünk valamit azért, hogy az ellenünk dolgozó információs befolyásolási ügynökük legalább valamit kockáztassanak, addig miért várjuk el, hogy bármi változzon? Tehát elemi etológia, hogyha egy viselkedés mintára vagy pozitív választ kapsz, vagy semmiet, akkor miért hagynád abba? El kell érni azt, hogy bizonyos viselkedés mintára negatív választ is kapjanak, legyenek kockázatok. Ugye egy olyan esetben, amikor az állami média konglomerátumnak végtelen mennyiségű pénze van a mi adónkból helyreigazítási perek kifizetésére, ez mondjuk kínos. De ezzel együtt lehetséges, hogy lennének olyan kreatív módszerek, ahogy ezt a kockázatkalkuluszt meg lehet változtatni. Mert tényleg nem az a helyzet, hogy a meleg vizet vagy a kereket kell feltalálni. Rengeteg országnak vannak tök sikeres modelljei. Nekem a kedvenc példám szlovák kollégák találták ki, dezinformátori SK vagy valami hasonló. Az a szlovák találmány, hogy azért mindenféle fringe websájtok miből élnek, ugye futnak a Google hirdetések. És ugye a Google hirdetési algoritmus az teljesen random sorsolja ki az adott websájton milyen hirdetések futnak. A szlovák kollégák arra jöttek le évekkel ezelőtt, megnézték, hogy az ilyen igazi beborult, sötét éjszaka orosz dezinformációs weboldalakon milyen Google hirdetések futnak. Mondok egy példát, mondjuk a BMW hirdetése ott futott. Na, a szlovák kollégák írtak egy levelet a BMW-nek, hogy tisztelt BMW, tudja-e ön, hogy az ön hirdetése ezen a szaron fut? A BMW marketingesek nyilván nem tudták, hát honnan tudták volna, ugye Google ezt automatikusan csinálja, kapcsolatban, igen, Jézus Mária. És akkor onnantól írtak a Google-nek, hogy ott lehetőleg ne fussanak ezek a hirdetések. Miről szól a játék? El kell venni a fringe websájtoktól a hirdetési pénzeket. Azt onnantól kockázat van. Onnantól már nem éri meg, onnantól már pénzbe kerül. Nem korlátoztuk a szólásszabadságot, de egy picit azért nehezebbé tettük az életüket. Simán lehetne ilyeneket csinálni. Rengeteg módszer már ki van találva. Össze kellene gyűjteni, ideális esetben állami szinten, kevésbé esetben civil társadalmi szinten, megnézni, hogy mások hogy csinálják, mivel az ellenfél ugyanaz, és moderáltam magam, nem ellenséget mondtam, mivel az ellenfél ugyanaz, ezért azok a módszerek, amik ez ellen az ellenfél ellen más országban működnek, lehet, hogy nálunk is alkalmazhatóak volnának, és tényleg hangsúlyozom, nem cenzúráról beszélek, vagy valami központi cenzúrahivatalról, de azért a nulla és a központi cenzúrahivatal között talán még vannak megoldások. Nem szeretnék, és nem is tudok vitatkozni, sőt, azt hiszem, hogyha már onnan indultunk, hogy milyen tanácsot tudunk adni, talán
Ez mindig egy jó kezdés, hogyha adott weboldal, amit tekintünk, és semmi lehetszól a híreket közel, ez nem rendelkezik impresszummal, és nem található meg a Nemzeti Magyar Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a sajtótermék nyilvántartásában, ez tök könnyen el lehet keresni, és meg lehet nézni, de hogyha impresszummal nincs, akkor egyébként ott se lesz benne. Tekintettel arra, hogy nagyjából semmibe sem kerül egy hírszájtot regisztráltatni itt, aki erre sem hajlandó, és aki nem hajlandó kiírni a munkatársai nevét, azt a dolgot, ezt tényleg nem érdemes olvasni, és egyébként, ha már egyet volna érdemes értenünk valamiben a kérdésben, akkor ez valószínűleg az lenne, hogy teljesen értedetlen, hogy ez a hatóság, ami nagyon szívesen lép fel minden hülyességgel kapcsolatban, akkor miért nem tud fellépni a nyilvánvalóan hírszájként működő, de magukat semmilyen módon nem regisztráltató és felelős kiadóval nem rendelkező impresszum nélküli hírszájtnak látszó tárgyak összében. Csak a kis mikrovilágomból a személyes tapasztalataimat osztanám meg, lehet, hogy másoknak is van hasonló. Nagyon sokat posztolok a közösségi médiában a háború kapcsán. Nyilván hát az ATV a munkahelyem ott a híradóban és a világhíradóban működök közre, de a Facebookon is igyekszem, mert hát nagyon sok minden nem fér bele a híradókba és a világhíradóba, amit érdekesnek és vagy fontosnak tartok, főleg fontosnak tartok, és esetleg a magyar sajtó nem foglalkozik vele, vagy nem olyan mélységben foglalkozik vele, vagy nem olyan megvilágításban, ezeket én nagyon fontosnak tartom, szóval rengeteget posztolok. És különösen az első időszakban, tehát a teljes körű invázió megindítása után, hát rengeteg nagyon furcsa kommentet kaptam. Ugye nemrégiben készült egy a brit kormány megbízásából egy felmérés, egy kutatás, hogy milyen tevékenységet folytatnak az orosz trollok a közösségi médiában, és arra hívták fel a figyelmet, hogy újabban inkább kommentelnek. Tehát nem annyira posztolnak, hanem inkább azzal vannak megbízva, hogy rengeteget kommenteljenek, mert így kevésbé feltűnő, hogy nem valódi fiókokról van szó, vagy nem valódi kommentekről van szó. Másrészt pedig hát organikusnak tűnő tartalmat, tehát az ő szájézőknek megfelelő politikai beállítottságú posztokat, ami organikusként van feltüntetve, vagy annak tűnik, azokat osztanak meg legfeljebb. Hát én is rengeteg ilyen kommentet, elég sok ilyen kommentet kaptam, ilyen szurkálódó, piszkálódó, és az orosz dezinformáció kedvelt toposzai, hogy az ukránok nácik, hogy az ukránok ilyenek, az ukránok olyanok, megérdemelték, minek húzogatták az oroszlán bajszát, vagy a medve bajszát, de sokkal inkább most Magyarországon ez a toposz, hogy az oroszlán bajszát húzogatták, érdekes módon a medve oroszlán nem változott időközben, és hát ezt egyébként még mértékadó elemzőktől is hallok ilyeneket, hogy minek húzogatták a... Tehát ez én úgy látom, hogy nagyon leszűrődik, tehát aki nem tudatos abban, hogy mit mond, miért mond, még szakemberek is, nem akarok most itt nevet mondani egyszerűen, akik végighaknizzák a médiát, és nem csak a kormány médiát, az ő szájukból is lehet ilyeneket hallani. Tehát aki nem tudja, hogy miért, ez miért hazugság, vagy miért nem kell ezekkel ezt így kimondani, vagy megismételni, az egyszerűen megismétlik szerintem talán már öntudatlanul is. Szó mi szó, én ezeket a kommentelőket kivágtam. Van egy szép török mondás, hogy kivágtam, mint a bolhás macskát, már bocsánat. De hát nem foglalkoztam vele, és egy pillanatig se gondoltam úgy, hogy bármennyire is korlátoztam volna ezeknek a állítólagos vagy valós kommentelőknek a szólásszabadságát, hiszen a saját oldalán azt mondta, amit akar, de hát ezt ki is írtam, hogy az én oldalam nem, az én oldalamat senki ne használja az orosz propaganda terjesztésére. Úgyhogy azóta már kicsit kevesebb, lehigadtak a kedélyek, nagyobb a nyugalom. Nem látok most ilyen különösebb ilyen törekvést, hogy alássák a Facebook oldalamat. Nyilvánvalóan a propaganda elleni védekezés az iskolába kellene kezdődjön. Tehát egy olyan kritikus gondolkodásra, neveléssel, ami már a nagyon fiatal korosztálytól
elindul. Hát kérdés, hogy a jelenlegi iskolarendszerben és tanárhiányban ez mennyiben reális. Mi tapasztalatunk az, hogy nagyon nehéz eljutni, hogy egyenesen lehetetlen eljutni ilyen helyekre, hogy az ember beszéljen ezekről a problémákról, vagy esetleg valami fajta ismeretterjesztő eladást tartson, vagy esetleg képzés nyújtson, ha nem is mi, de az erre szakosodott más szervezetek. Úgyhogy azt gondolom, ebből a szempontból nagyon korlátozott a magyarországi lehetőség köre, mi marad, kellene a hivatalos szervek ebben közreműködjenek, de ahogy András mondta, hát erre nincs igazából akarat, tehát itt fel is írtam, hogy ugye nincs nyilván stratégiai ellenkommunikáció, mondjuk a külügyminisztérium vagy titkosszolgálatok oldaláról legalábbis nyilvánosan, nem működik a médiahatóság, bíróságok, rendőrség, ami marad ugye tényellenőrzés, független médiumok, és hogy ennek ugye egyrészt a védekezésnek van ez a személyes aspektusa, hogy igen, használjunk ilyen képellenőrző Google programokat, nézzünk utána, hogy van-e impresszuma az adott médiumnak, figyeljünk arra, hogyha valamilyen nagyon bombasztikus címről van szó, és a tartalom az egy világösszeesküvésről szól, amit egy vagy több csoport Soros Györgyék emberei követnek el. Tehát, hogy ezek mind ilyen retorikai árulkodó jegyek, hogy azért ne bízzunk feltétlenül az adott cikkben, de valószínűleg akik itt ülnek, ezt már tudják. De ehhez azt kell hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, ez egy picit idealista és naív hozzáállás, mert a valóság az, hogy információ túlterhelésben élünk, én is, mások is, egyesek még dolgoznak is napközben, tehát nem igazán fogyasztanak ilyen tartalmakat, vagy ha van idejük, akkor szórakoztatókat. Azt gondolom, az átlag emberektől viszonylag nehéz elvárni azt, hogy főleg geopolitikai témákban témákra érzékenyek legyenek, másrészt ezeket a különféle eszközöket, vagy akár tényfeltáró oldalak cikkeit rendszeresen fogyasszák. Tehát ezek nagyon jó eszközök, hogyha valakinek ez a hobbija és a rengeteg egyéb információ mellett erre is van ideje. Tehát azt gondolom, hogyha viszont kicsit távolabbra lépünk, akkor itt két dologról kell dönteni. Egyrészt arról, hogyha beszélünk egyfajta információs buborékról, ami kialakul mind a kormánypárt, mind az ellenzéki oldalon, és nyilván a kritikus tömeg az ellenzéki oldalon található. Tehát egyrészt dönteni kell arról, hogy hol akarunk fellépni a dezinformációk, vagy ilyesfajta narratívák ellen, az elit szintjén. Tehát, hogyha az elit szintjén, akkor mi most itt ülünk. Tehát ez azt gondolom egy ilyesfajta intervenció, hogyha az elitről beszélünk, kérdés, hogy a politikai vagy a szakértő elitről beszélünk, és itt jön be, hogy Magyarországon milyen nagy probléma, hogy gyenge az ellenzék, kivéve a kutyapártot természetesen, és ugye a kétharmadot hamarosan lebontó erővel. Tehát, hogy ugye például Csehországban, ahol most az orosz befolyás mellett a magyar befolyásról is nagyon sok szó esik, pont emiatt. Tehát Csehországban egy olyan politikai és média közeg van, ahol egész egyszerűen problematizálják, tehát politikai napirendre veszik azt, hogy éppen milyen orosz dezinformációkkal vagy orosz befolyással szemben kell fellépni, vagy miért probléma az, hogy Magyarország hibrid rezsimként megpróbálja a média befolyását kiterjeszteni határon túli magyarokra, akik főleg kormánypárti médiumokat, vagy a kormánypártok által finanszírozott helyi médiumokat fogyasztanak, és akkor nem csak a ugye, migráns ellenesek lesznek, hanem az orosz propagandának is bedőlnek. Na már most ez Szlovákiában, Romániában ez elég nagy probléma, mondjuk Szerbiában a hasonló orosz barát hibrid rezsim van ott kevésbé, minden esetre. Itt látszik, hogy rendkívül nagy szerepe van a politikai pártoknak, hogy ezt napirendre vegyék, ugye a szakértőknek pedig egyfajta szaktudást kell a társadalom rendelkezésére bocsátani, úgy az átlátszó, mint a mainstream médiumok, mind a részünkről. Szóval ez az egyik dilemma, hogy mennyiben az elitre kell, vagy lehet fókuszálni, és Magyarországon
Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen a kormánypártokkal nem tudunk mit kezdeni, a késmával nem tudunk mit kezdeni. A másik dilemma az, hogy ha nem az elitre fókuszálunk, nyilván arra is kell, akkor hogyan próbáljuk a buborékot megszólítani. És azt gondolom nagyon sokszor az a cél, hogy valamin eszközzel próbáljunk hatni a kormánypárti 2,5-3 millió szavazó tábor és az ő buborékokra is. És azt gondolom, hogy ez nem igazán sikeres, hiszen nagyon jól ki van építve az a fajta média környezet, amire ők reagálnak, amire ők igényt tartanak. Tehát akkor mi lehet a B verzió, hogy megpróbálunk az ellenzéki buborékra hatni, és azt gondolom, ez valószínűleg az előrehaladásnak az egyik lehetősége, hogy mind a pártok, mind a szakértők az nem azzal próbálkozik, hogy a kritikus gondolkodást mellőző, vagy éppen bizonyos szempontból hülyékből álló közönséget próbál meg mindenféle eszközökkel ellátni, vagy tényalapú racionális gondolkodásra rászoktatni, hanem elérni azt a közönséget, azt a buborékot, ahol ennek valami fajta táptalaja van. Mindenesetre én nem látom erről való konstruktív gondolkodás egyéb, tehát hogy ezeket a dilemmákat el kéne gondolni, bizonyos döntéseket meghozni, mondjuk pártok szintjén, ez se igazán történik meg, és az iskolákat hagyjuk. Még egy utolsó, én gyakorlati tanács, hogy mit tehet az, akinek nem az a szakmája. Az emberi civilizáció az a specializálódás miatt jött létre. Mert a majmoknál minden majomnak kell érteni mindenhez. Az emberi civilizáció pont arról szól, hogy nem kell mindenkinek érteni mindenhez, hanem valaki kiváló fazekas, valaki érti a gyógynövényeket, más valaki meg vadászni tud, és közösségben együttműködünk. Én nem hiszem, hogy akinek nem ez a szakmája, attól el kéne várni azt, hogy hirtelen ebbe beletanuljon. Tehát nekem én is elég nagy bajban lennék, ha mondjuk át kéne magam képeznem hidegburkolóvá azonnal, mert nem értek hozzá. Tehát azt csinálom, hogy ha ilyen feladatra van szükség, akkor megibízok valakit, akinek ez a szakmája. Tehát az egyik ilyen tanácsszerűség, hogy olyan embereket meg csatornákat érdemes keresni, amik hiteles tájékoztatást adnak erről a háborúról. Igen, most neveket fogok mondani. Jó járt Krisztián, Kaiser Ferenc, a PC csapata, az átlátszó csapata, a lakmusz csapata. Vannak azért ilyenek. Igen, be kell őket követni, ez a legegyszerűbb. Tehát ez az egyik. Hogy ugyanaz a helyzet, mint amikor autót kell javítanod. Nekem van egy 1982-es Skoda 120-asom, azt így restaurálgatom, az tényleg kettő darab csavarhúzóval javítható, ezt ember meg tudja tanulni, ez egy viszonylag egyszerű mechanizmus. De ez egy játékautó, nem ezzel járok. A normál autóm az egy picit komplexebb, azt már nem tudom javítani, azt elviszem a szervízbe. Mert nem racionális mennyiségű energiát igényelni, hogy megtanulja javítani, nincs hozzá szelszámom, eszközöm, tudásom, semmi ilyesmi. Az információ, hogy befolyásolni a védekezés pont ugyanez. Miért várjuk el az átlagembert, hogy értsen hozzá? Ez nem feladat. Szerintem az a megoldás, hogy azokat a csatornákat kell figyelni, amik hiteles tájékoztatást adnak, mondjuk azokat a csatornákat, amiknek a működtetőjét meghívják a Váldai klubba, azokat meg nem. Ez az egyik. Másrészt, mert ugye az egy egészen más funkció, hogy a Váldai klub micsoda. És a másik dolog, hogy ennek ugye az egész stratégiának perel feltétele, hogy ezek a csatornák létezzenek. Ergo támogatni kell őket. Tehát oda kell adni egy mozi egy árát, vagy néhány sör árát ezeknek a csatornáknak, egy átlátszónak, egy lakmusznak, egy Szele Tamásnak, aki egy egészen elképesztő zseni egyébként, és végtelen jó ember. Tehát, hogy bele kell tenni a pénzt is, mert ingyen nem lesz. Tehát igen, ez az állampolgártól hozzájárulást is igényel, tehát a minőségi tartalmat fizetni kell, a mozi sincs ingyen. Tehát, hogy ez a másik dolog. Tehát én ezt a kettőt mondanám, keres hiteles csatornát, és tegyél érte, hogy fennmaradjon. Igen, ez lett volna az utolsó kérdésem is, de akkor most a többiekhez is, hogy ti milyen csatornákból tájékozottok a háborúról, és miket ajánlottok ezzel kapcsolatban, miket tartotok hiteles csatornának, hogy olvassasson a közönség erről. Ez a saját magatokon kívül. Amit nagyon fontos megérteni, hogy nem érted mindenki mindenhez. Ez mindig csapatmunka. Tehát én napi szinten koordinálok német kollégákkal, lengyel kollégákkal, ukrán kollégákkal, sőt még orosz kollégákkal is bizonyos keretek között. Mert senki nem tud hát egyedül mindent, meg hát
kivéve Nógrádi György, de hát ő, ugye, tehát ő eleve egyszerű és megismételhetetlen, tehát, hogy ez, tehát Ropicsa nevez nekem mindenkiről. De hogyha valaki nem születik ekkora zseninek, akkor, akkor tényleg az, hogy csapatmunka, és ne gondold, hogy mindent tudsz. Ha valamit nem tudsz, kérdez. Én egyetlen egyet hibáztam ennek az egész háborúnak 9 hónapja folyamán, azt egyet se kellett volna. Annak az volt a tanulság, hogy ha valamiben nem vagy biztos, kérdez. Mert lesz olyan, aki tudja, csak tudni kell, ki kell megkérdezni. Nekem például a földrajzos kollégákkal elképesztően jó az együttműködés, meg kibervédelmes kollégákkal, olyan dolgot tudnak, hogy én a kérdésfeltevéssel értem, de meg tudják válaszolni azokat a kérdéseket, amit én nem vagyok biztos. Ez az átlag emberre ugyanúgy igaz. Ha valamiben nem vagy biztos, kérdez. Valószínűleg fogsz választ kapni, és megvannak azok a csatornák, amikkel lehet kérdezni. Tehát én körülbelül ezt mondanám, mint tájékozódási mód. Nevek szintjén, mint ahogy így soroltál például néhányat, így többiek is megkérdezném, hogy ők kiket követnek ezzel kapcsolatban. Én sem vagyok reprezentatív, hiszen én is főleg a külföldi szájtokat nézem, tehát magyar sajtót viszonylag keveset, tehát főleg ebben a témában. Magyar, külföldi és bármilyen. Szörmentén nézem meg, hogy a magyar sajtó mivel foglalkozik, de nyilván azért belenézek. Hát ukrán sajtót mind a mennyiségben, oroszokat is megnézem, főleg az ellenzékieket, bloggereket, telegramát, azt nagyon, és teljesen rákaptam reggeltől estig telegram, de Twitteren is nagyon sok mindent kitesznek, bár a szerkesztőségben mi a Reuters videóit használjuk, velük vagyunk szerződésben, és hát van egy ilyen érdekes momentum, ugye szoktunk értekezleteket vagy meetingeket tartani a Reuters vezetőivel, meg a regionális vezetőivel is mindig rendszeresen megkérdezik, hogy mire van szükségünk, mit, hogy látunk, ők is szeretnék fejleszteni a munkájukat. És hát ugye mindig felvetődik ez, hogy mennyire hiteles egy videó, például egy képsorozat, és rengeteg videót feltesznek. Ukrajnával kapcsolatban kicsit kevesebbet, mint amennyire szükség lenne. Azért meg tudom oldani a napi szerkesztőségi feladataimat, de van, amikor bizony a Telegramhoz nyúlok. A Reutersnek az a hozzáállása, hogy ami a közösségi médiában megjelenik, az gyanús, minimum gyanús, de inkább hiteltelen, tehát inkább ne foglalkozzunk vele. Én is viszonylag ritkán, de hozzányúlok a Telegramon megjelenő videókhoz, amikor hát több forrásban is látom, hogy ez jó 90%-os valószínűséggel hiteles. Hát kinti forrásaim is vannak természetesen, úgyhogy hozzájuk is fordulhatok több városban, Kelet-Ukrajnában is, Ukrajna több városában is. Még a Reuters-hez visszatérve, ami szerintem elég tanulságos, hogy azok az állítólagos Telegram videók, vagy közösségi médiában megjelent videók, amik minimum gyanúsak, amiket én mondjuk reggel, rögtön kora reggel elkezdek nézni a Telegramon, bemegyek a szerkesztőségbe, és akkor kezdem el a Reuters videókat átnézni, amiket az aznapiakat, és ott vannak ugyanazok a Telegram videók, amik az ukrán, főleg az ukrán Telegram oldalakon megjelennek. És a Reuters úgy oldja meg, hogy azt írja, azt a kommentárt fűzi ezekhez a videókhoz, hogy hát megnéztük a helyet, ezt megnéztük, azt megnéztük, szerintünk, illetve hogy ezek mind stimmelnek, de teljes bizonyossággal nem tudjuk azt állítani, hogy ez tényleg 100%-ban hiteles. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen jó 90%-ban hiteles videókról van szó. Hát, mit mondjak még? Tehát több... Jó, hogyha az ember több nyelven beszél, vagy több nyelven olvas minimum, és akkor lehetőleg autentikus forrásokból táplálkozik. Az meg kell mondjam, hogy az ukrán sajtó az elég jó. Ugye a 2004-es forradalom után volt egy ilyen hullám Ukrajnában, amikor a sajtó sokkal szabadabb lett. Ugye a 13-14-es forradalom után pedig a civil szféra, a civil társadalom erősödött meg Ukrajnában, tehát már elég régóta nagyon szépen fejlődik, tehát ugye szokták azok a vádak érni az ukrán sajtót, hogy azért több minden az oligarcháknak a zsebében van, hát látjuk, hogy van egy ilyen törekvés, hogy lehetőleg eltávolítani a hatalom, illetve a média közeléből az oligarchákat, ami nem egyszerű feladat, különösen úgy, hogy közben háború is zajlik.
Én nagyon nagyra értékelem, nagyon sok minden nagyon szépen, nagyon sok mindent feldolgoznak az ukránok, és különösen ilyen körülmények között. Ahogy a egyik kötetünknek az egyik szereplője is mondta, hogy az orosz sajtó az hazudik, az ukrán sajtóra meg inkább az a jellemző, hogy esetleg nem mond el mindent. Ami azt gondolom, hogy háborús körülmények között, hát tényleg meg kell fontolni, hogy mit adnak közre a kollégák. Én is szoktam ezen gondolkodni, hogy mit adnék közre, amikor, hogyha esetleg a hazámban, az ő helyükben lennék, hogy a hazámban háború folyik, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy az ember miket ad közre. Tehát nyilván, hogy fontos, hogy az emberek hozzájussanak a megfelelő információhoz, de hogy konkrétan mit lehet. Hát nyilván ilyenkor be is határolt. Ugye szoktak érni az ukrán hatóságok kérték az ukránokat, hogy ne adjanak közre rögtön videót, amikor valamilyen találat, ugye betalálás, prilliót, valamilyen rakétatámadás vagy dróntámadás ér valamilyen objektumot, hogy rögtön fölveszik, ne adják közre, mert nyilván, hogy ez segítheti például okáért az ellenséget, tehát ez elég komplex kérdés. Csak röviden, hát attól függ, kinek mennyi ideje meg energiája van. Hát van ennek egy ilyen nagyon specifikus megközelítése, amit András is említett, hogy bizonyos szakértők Twitter fiókjait, vagy bizonyos intézeteknek a hírleveleit, az átlátszó hírleveleit lehet követni, de hogy ezekben nagyon-nagyon sok van napi szinten. Tehát én is kapok rengeteget, nem nagyon olvasom őket, bevallom, sem tudtam. A másik, tehát ez egy nagyon specifikus megközelítés, amikor feliratkozunk nagyon sok megbízható és hiteles szakértő intézet forrásra, különféle médiumokkal, itt a közösségi médiát is beleértve. Ennél egy egyszerű megközelítés, amit én is használok, hogy lehet nézni a BBC-t vagy a Guardian, nyilván ez kell nyelvtudás, és nem a hírodó.hu, tehát ahol a háborút ilyen percről percre folyamatosan frissülő hírfalként folyamatosan elemzik, linkelik a forrásokat, tehát hogy arról egy nagyon gyorsan, egy átfogó, lehet egy kicsit felületesebb képet lehet kapni ezzel a konfliktusról, és akkor mégiscsak bizonyos keretek között az igazságot és a tényeket fogjuk olvasni. Nem tudom, hogy az én tapasztalatom mennyire levesebb a tekintetben, mert a háború napi és heti esemény, ezek igazából nem tartoznak az én szakmai itinerembe. Nekem az volt a tapasztalatom, korábban nem különösebben erőteljes Twitter felhasználóként, hogy általában véve elég jó minőségű és a magyar nyelven hozzáférhető hírszolgáltatásnál jobb információt tudtam összeszedni úgy Twitteren, hogy tudom, találtam 5 embert, akit szakmailag valamiért, mert tartottam valamire, és bekövettem azokat is, akiktől ők megosztották a cuccokat, és ez nekem eddig elég jó volt, hogyha valamiért kíváncsi vagyok a napi aktuális eseményekre, akkor ez Institute for the Study of War, ez nyilván tök jó forrás, a 444 is minden nap őket fordítja, ez egy nagyjából megbízható független intézet, még sajnos szintén angolul tolják, de hát egy Google Translate az egy gomnyomás jelen időben. Továbbá érdekes tény, hogy Csehországban jelenleg a 20 legtöbbet látogatott oldal között található a liveuamap.org, ahol térképen lehet követni azt, hogy alakulnak az események, szintén független szakértőknek a munkája, viszonylag könnyen segít orientálni a dolgokat, hiszen térképet kell nézegetni, és nem soha nem hallott ukrán falvakat keresgélni egy térképen, egy olyan ABC szerint, amit a legtöbben azért nem ismernek ebben az országban, és itthon valamilyen senki se nézni a cseheknél, meg deverni az indexet, hogyha újság lenne. Akkor köszönöm szépen, és átadnám a közösségnek a szót. Ott volt az első jelentkező, és akkor szép sorrendben jelentkezés sorrendben próbáljuk meg. Sziasztok! Ugye több kérdés volt arról, hogy a mostani dezinformációs támadások most már nem az elitet, hanem a hétköznapi emberkéket támadják. És hogy azt is arról is szótetettetek, hogy azért egy normálisan működő államban mit lehet ez ellen tenni, és milyen módszerek vannak.
De mégis a helyzet az tulajdonképpen annyira aszimmetrikus, mert egy végtelen néptömeget, ahogy mondtátok, ugye mindenkinek egy szavazata van. Tulajdonképpen politika befolyásoló tényező, tényleg kormányokat lehet felemelni és megbuktatni, azért az utóbbi években látunk például legalábbis a kísérletekre. Hogy van arról elképzelés, hogy ez, erre van megoldás? Hogy az ilyen liberális demokráciák mit tudnak ez ellen tenni? Kizárólag személyes meggyőződésből tudok választani, de erre a választó semmilyen szakmai vagy előtanulmányi felhatalmazása nincsen, de a liberális demokráciák azok valószínűleg jól tennék, hogyha hagynák a lakosságuk jelentős részét megfelelő oktatással és nagyjából középosztálybeli létben eltölteni, és ebben az esetben kevésbé lennének fogékonyak azokra a nem feltétlenül okos embereket és nem feltétlenül hatalom a helyzetben lévő embereket célzó befolyásolási kísérletekre, amelyek a leghatékonyabban működnek. Hát azt gondolom, erre a kérdésre itt elhangzottak megoldások, a betiltástól kezdve a stratégiai kommunikáció át a különféle tényfeltáró médiumok működéséig, tehát hogy szerintem vannak erre eszközök, vagy itt a ugye, balti elfekről volt szó, hát csak nem nincsenek. Én felteszem a kérdést másképp. A liberális demokráciák remélhetőleg az időnként reziliensek. Tehát itt amerikai előválasztás mutatja, hogy ez a trumpizmus az nem mindenható. Engem igazából nem a liberális demokráciák sorsa izgat. Engem az illiberális rendszerek sorsa izgat. Tudjátok miért? Mert semmi nem tart örökké. Semmi. Egyetlen politikai rendszer sem. A Thousand Years Reich, hogy a náci Németország 1000 évre tervezett, meddig tartott 12 évig. Se az asszír birodalom, se Róma, se Bizánc, se a Szovjetunió, pedig annál brutálisabb nem volt a világtörténelemben. Semmi nem tart örökké. Engem az érdekel, hogy lesz vége. Fogalmam sincs. Nincs rá válaszom. A liberális demokráciák egészen rezilensek, tulajdonképpen egészen jól elvegetálnak. Ugye a nyugat haldoklik már elég régóta, a élődő halódorodható kapitalizmus mi egymás, aztán úgy tulajdonképpen megvan. Engem az illiberális rendszerek vége vagy lebomlása érdekel, nem tudom mire a válasz. Nagyon pessimista vagyok a végkifejletet illetően. Kelet-Európában látunk erre erőszakos és kevésbé erőszakos példákat, Ukrajnában, Moldovában, más helyeken. Nem tudom, hogy más illiberális rendszereknek hogy lesz vége, egy dolog biztos, hogy vége lesz. Engem ahogyan érdekel majd. És akkor ott láttam egy kezdet először, meg valahol arra fele is volt, csak a perspektívem az nem olyan nagy. Köszönöm szépen. Nekem Rácz úrhoz lenne egy kérdésem méghozzá az, hogy miért pont Oroszország ennyire tehetséges a dezinformációban, beszivárgásban, kémkedésben? Miért érte ez annyira készületlenül a nyugatot, ahogy ön elmondta? És mi a helyzet más országokkal, amik hasonló például Kínával ilyen téren? Tegeződjünk, szerintem egyszerűbb. Kínáról fogalmam nincs. Tehát, hogy jobb napjaimban megtalálom Kínát a térképen, de ennyi. Tehát semmi tudásom nincs Kínáról, búsítani meg nem akarok, tehát hogy az egy másik szakma. Hogy az oroszok miért tudtak meglepni minket, ezt rengeteg szerint mondtuk, megvan röviden. Tehát Oroszország harmadik Iván cár óta expanzív. 550 éve. Csak időnként, olyankor nem expanzív, amikor el van foglalva a belső problémáival. Három ilyen nagyobb periódus volt, egy, amikor kihalt Rurikovics dinasztia, 16. század vége, van egy 30 éves időszak, amit úgy hívnak az orosz területi, a káosz, szmuta. A kedvencem akkor a káosz volt, hogy volt több trónkövetelő, a legsikeresebb a második Ál Dimitri volt, mert már volt korábban egy első Ál Dimitri is, tehát ez egy ilyen kaotikus időszak volt, elmúlt, jött a Romanov dinasztia. A második periódus, amikor Oroszország nem volt expanzív, az ugye az 1917, szétesik a cári birodalom, polgárháború, mi egymás, Oroszország el van foglalva a saját problémáival. És a harmadik ilyen periódus, amikor nem volt expanzív, az a Szovjetunió széthullása után, tehát a 90-es évek. És miért mondom ezt el? Mert a döntéshozó elitjeink jelentős része a késő 80-as évek és a 90-es években volt szocializálva. Ekkor voltak fiatalok, ők azt szokták meg, hogy Oroszország nem volt expanzív. És ehhez képest egy expanzív Oroszország számukra egy abnormális dolog. Miközben, ha az orosz történelem egészét nézzük, a
akkor valójában az expanzió a norma, és amikor nem expanzió, az egy abnormális időszak. De mivel a döntéshozóink az abnormálisat tekintik normálisnak, a nem expanzív Oroszországot tekintik normálisnak, a 90-es években leépítettük azokat a kapacitásokat, amikkel értettük a Szovjetuniót. Bezártak azok a tanszékek, bezártak az intézetek, leépültek a hírszerzési kapacitások. 2000-es évek elején minden titkosszolgálta, mindenki arabul tanult, mert ugye szeptember 11-én történt valami, és leépültek ezek a képességek. Ha pedig elkezdjük nem érteni az ellenfelet, akkor nő az ellenfél esélye arra, hogy meglepjenek minket. 2014 végén volt Amerikában egy összkormányzati döntés, ami arról szólt, hogy visszaépítjük az Oroszország szakértelmeket. És elkezdett pénz lenni tanszékekre, professzorokra, fiatalokra, akik aztán doktorandusra lettek, más fiatalokat tanítottak, a hadsereg orosz nyelvi programját felpörgették, és felépült egy olyan kapacitás, aminek most az eredményeit látjuk 8 évvel később. Meg tudtak minket lepni. Ezért nem hiszem, hogy a kínaiaknál sokkal hatékonyabbak volnának. A kínaiak nem tanítottak semmit, tehát valószínűleg dezinformálni körülbelül ugyanúgy kell. Lehet, hogy Brazília pont ugyanezt csinál, Dél-Amerikában fogalmam nincs. Én az orosz irányt értem valamennyire, azért tudtak meglepni minket, mert elfelejtettük azt, amit tudtunk róluk. Meg kell tanulni újra. Következő kérdés. Ott hátul. Előrébb jössz, azt megköszönöm. Igen, mondjuk nem akarom kiáltani, úgyhogy... Nekem leginkább a trollfarmok és maguk a bérkommentelők érdekelnek, így leginkább targetálódás részében, hogy egyrészt kik azok, akik ezt a munkát magát csinálják, és hogyan találják meg ezeket, másik például, hogy ők kiket targetálnak már úgy más országok, vagy bárhol magukkal a propagandával, ha egyáltalán targetálnak, vagy inkább csak kiadják, hogy legyen, és vagy legyen mivel foglalkozni, de inkább az, hogy ki az, aki ezzel foglalkozik. Van az, hogy csak úgy, mert lehet pénzt szerezni vele, vagy valakinek ténylegesen ez akár ideológia, vagy hasonló, leginkább ez meg a trollfarmok működése úgy részletesebben, amit jobban érdekel. Álláskérdés vagy? Az én kérdésem is ehhez kapcsolódva, hogy milyen arány, hogy mi az, van-e arra vonatkozóan olyan kutatás, ami kimutatja, hogy mi az arány a valódi trollok, meg botok, meg a hasznos idióták között, aki meggyőződésből nem pénzért csinálja ezt. Erre majd teljesen jól lehet majd az egész három. És hogy akkor mikor fog ezzel foglalkozni, mondjuk egy olyan demokratikus szervezet, mint az Európai Unió? Mert ugye liberális, jól működő szervezet elméletileg, megvan a bírósága. Tudna? Nem tudna? Ha tud, miért nem? Ha tud, akkor hogyan? Szelektíven fogok választani, remélem a többiek majd kiegészítik. Lólépésben haladva az Európai Unió valamennyire reagál. Vannak dezinformáció ellenes tevékenységek és alapok és pénzosztás ilyen-olyan think tankekre, fact-checkerekre és nem tudom kicsodákra, akik valamilyen kitalált modellek mentén kezelik a kérdést. Erről beszéltem. Jó, ez most akkor nem derült ki. Mennyire sok pénz? Mi volt még? A botok és a hasznos idióták arányát akarom hagyni a legvégén, mert arról nem lehet tudni semmit. Trollfarmokról, de csak amit olvastam az újságban én is, és a személyi állomány az alapján úgy néz ki, hogy középosztálybeli, általában nyelveket beszélő, képzett fiatalok orosz világvárosokból, ilyesmi Moszkváról és Szentpéterváról. Nyilván ezért adnak olyan pénzt, amiért érdemes csinálni, de annyira nem lehet különböző attól, amennyire egy mai magyar fiatal elmegy az Origo.hu az újságírónak. A botokról és a hasznos idiótekről viszont, nyilván az arányokról nem tudok semmit, de erről egy kicsiket cikket is írtunk az Átláncon az egyik kollégámmal. Nagyon tanulságos felismerést tettünk egy úgymond szürke zóna és hírportálnak a Facebook követőivel kapcsolatban, ez a maivilág.com nevű hírszájt, nyilván
felteszem, kb. Senki sem hallott róla, nincs impresszuma, nem úgy néz ki, mint amit bárki olvasna, és valamikor június-július magasságában azt vettük észre, hogy az egyik erre szolgáló külön applikációnak az adatai szerint adott hónapban ez volt a negyedik legnépszerűbb cikk a magyar interneten, és akkor megnéztük, hogy mi ez az egész egyáltalán. Ráadásul az a cikk az akkor egy több hónapos anyag volt arról, hogy valamilyen biolabor szintű hülyesség, nem is mennék bele, de hogy a tartalom először már egyszer előkerült, és akkor nem érdekelt ennyi embert, négy hónap múlva nyilván nem aktuálisan, nyilván nem valós tartalomként, hogyan lehet az, hogy mégis a magyar nyelvű internet negyedik legnépszerűbb tartalma lesz. Megtekintettük az adott hírszájt Facebookos oldalának különböző jellemzőit, és azt láttuk, hogy február 24-ével, ugye akkor tört ki a háború, az addig valahonnan ezt az oldalt belájkoló 15 ezer Facebook profilból gyakorlatilag senki se nyomott rá azokra a dolgokra, amiket ezek kiraktak a Facebookra. Se like, se komment, se osztás, se semmi. Amint elindult a háború, azonnal heti több ezres aktivitás, komment, like, minden anyám kínja, és ráadásul az addigi 15 ezres lájkoló bázis az meg is nőtt 22 ezresre, ami azért szabad szemmel látható a magyar hírszájtszerű dolgok pályáján, hogyha ha ez valóban létezik. De hogy olyan mértékűek a számok, és olyan mértékűek a változások, hogy kénytelen vagyok arra következtetni, hogy ebből az eredetileg 15 ezer, majd 22 ezer követőből legalább a fele sem igaz. És ez a maivilág.com-nak a követő bázisának a feltételezhető botos feltételezéséről szól, nem is tényleg fontos dolgokról. Úgyhogy ha hirtelen kéne mondanom egy számot arra, hogy hány magyar nyelven kommentelő, lájkoló és serelő orosz érdekeket szolgáló bot felhasználó van, akkor a nagyságrend az minimum 100 ezeres. Ja, hát csak részben. Tehát az Európai Uniós aspektusra válaszolnék. Az Európai Uniónak több különféle kezdeményezés, egyedi kezdeményezése van már, ami a dezinformációval foglalkozik. Ami most alakul meg, ami egy határozott politikai irány, hogy kialakítanak egy ilyen dezinformáció ellenes úgynevezett hábokat, vagy csomópontokat, ami gyakorlatilag az egész Európai Uniót le fogja fedni. Ezeket úgy hívják, hogy European Digital Media Observatory, tehát európai digitális média figyelő szervezetek. Ezek általában több országot fednek le. Elárulhatom a zárójelbe, hogy elárt a Magyarországon is elindul egy ilyen kezdeményezés. Alapvetően a dezinformációkat több oldalról próbálják megérteni, feltenni és támadni. Tehát ennek része egy általános ilyen monitoring rendszer, ami vagy több, vagy egy adott országra irányul. Tehát, hogy lássuk azokat a médiatérben zajló változásokat viszonylag real time, amelyek meghatározzák a dezinformációs narratívák létrejöttét, a különféle források aktivitását, ezek disszeminációját. Tehát ez az egyik feladata ezeknek a huboknak. A másik az, hogy részben tényfeltáró szervezetekkel, újságírókkal, így például az AFP-vel, itthon a Lakmusszal, részben pedig a tudományos kutatóintézetekkel, médiatanszékekkel együttműködve egyrészt megértsék, másrészt tegyenek valamit az adott dezinformációk terjedése ellen, ahogy a kolléga mondta, bizonyos elméleti modellek alapján, amit vagy jó, vagy nem, vagy működik, vagy nem. De minden esetben ennek van egy tudományos és egy abszolút alkalmazott vonulata, és amiért egyáltalán ez politikailag működik, és ami a célja, az egyrészt, hogy szülessenek erre policy válaszok, tehát hogy itt nem csak arról van szó, hogy monitorozunk valamit, utána debunkolunk, cáfolunk valamit, és ebből születik egy tök jó cikk az Átlátszón, vagy bárhol máshol, hanem hogy konkrét törvényjavaslatok, policy javaslatok legyenek abban a tekintetben, hogy hogyan lehet ezek ellen fellépni, és ami az alapjául szolgál az egész kezdeményezésnek, hogy eredetileg ez a média observatóri, ez a közösségi médiákra irányult, és közösségi médiáktól várta volna el, hogy például az Európai Bizottsággal egy ilyen etikai
megállapodás kössenek, hogy etika nyilatkozatot adjanak ki, ami meg is történt, csak hogy ez ilyen önbevallásos módon működött, tehát hogy a Facebook megmondta, hogy hát igen, ők fölléptek a dezinformáció ellen, és akkor itt van, tessék, 20 ezer tartalom, vagy a Microsoft azt mondta, hogy mi is fölléptünk, de hogy ez így rohadtul nem működött, és ezért most egy ilyen több szempontú, több aspektusos megközelítést választottak, és azt gondolom, hosszú távon ez a médiapiacnak és a közösségi médiának az uniós szabályozása felé mutat, hiszen mint ezt többen kifejtettük, ez az egyik fő ok annak, vagy fő mechanizmus, amiért most ilyen helyzetben vagyunk. Trollok kapcsán többféle, ha úgy tetszik, nemzeti modellje van a trollkodásnak. Önmagában a bérkomment az nem állami politikai eszközként indult, sima marketing eszköz. Attól kezdve, hogy lehetett kommentelni az interneten, onnantól kezdve marketing cégek rájöttek, hogy lehet boostolni a saját termék láthatóságát, pozitív kommenteket írok a saját termékemről, az innen indult. A politika erre a marketing eszköz repült rá és centralizálta. Oroszországban normál média ügynökségek foglalkoztatják kommentelők tízezreit normál marketing célokra, ez tök normális, otthonról végezhető, tényleg ilyen telework, mert semmi minősített tartalomban nem dolgozol, ez egy marketing feladat, tök jó. Ami izgalmas, az a politikai trollkodás. Ez a bizonyos központosított politikai trollkodás, amit ugye a Kreml határoz meg stratégiai szinten, a szolgálatok határozzák meg operatív szinten, és akkor a végrehajtók pedig végrehajtják. Na, Oroszországban ez teljesen központosítottan zajlik, hiszen ugye szolgálati, tehát titkosszolgálati háttér van mögötte, minősített információkkal dolgoznak, vagy minősítettnek tűnhető információkkal dolgoznak, elég komplex technikai háttérrel. Oroszországban ezek a politikai trollfarmok, ezek konkrét irodák, épületek, bemész reggel, lehúzod a kis kártyádat, beloggolsz a számítógépedre, kimész ebédelni, kicsekkolsz, délután visszacsekkolsz, tehát rendes office abszolút központosított módon működik. A targetálása az azért működik jól Oroszországban, mert ugye az oroszoknak nagyon-nagyon komoly kontrolljuk van a saját internetük fölött. Ez nem jelent ilyen nagy kínai tűzfalat, de nagyon erős monitoring mechanizmusaik vannak. És content alapján tudnak targetálni. Tehát ha valahol feltűnik egy narratíva, azt automatikusan megtalálja a számítógép, és akkor trollokat oda irányítják. Ez a fajta targeting, ez amennyire tudom trollfarmok szintjén, tehát egyes trollfarmok szintjén zajlik. Na most, ha veszünk egy hipotetikus országot, akkor ebben a hipotetikus országban egy állami szerv létezik, egy a köznyelben propaganda minisztériumnak nevezett állami szerv ennek a hipotetikus országnak, amelynek elképesztően fejlesz szoftveres eszközei vannak arra, hogy az adott hipotetikus ország adott nyelvű médiáját monitorozza. Mindent látnak, visszamenőleg is a szoftverjeik a videó anyagot leírják, szövegszerűen kódszavazzák, elemzik, és mindezt visszamenőleg is meg tudják tenni. Ennek a hipotetikus országnak a propaganda minisztériuma irányítja az adott hipotetikus ország trolljait, viszont ez sokkal lazább modellben működik, mint Oroszországban. Tehát ebben a hipotetikus országban konkrét trollfarmok is vannak, de ezek kisebbek. A bértrollok jelentős része otthonról dolgozik, sima internet, ez a kis USB-vel biztosítja a kommunikáció biztonságosságát, de egyébként sok esetben simán e-mailben kapja a narratívát, vagy kollektív Facebook üzenetben, hogy gyerekek, ezt kell tolni. Az egyéni targetálás az pedig úgy zajlik, hogy ebben a nagyon fejlett média megfigyelő rendszerben beállítanak egyes kulcsszavakat, egyes szereplőket, akikre aztán rárepül a troll. Tehát akikre rá lehet indítani egy információs apparátust. Elképesztően fejlett és jelentős részben automatizált információs háttér van mögötte. Na most az, hogy hogyan működnek ezek a troll modellek, vagy a trollkodás Oroszországban, vagy más országokban, ez meghatározza azt is, hogy kik dolgoznak trollként. Az orosz politikai trollkodásban a trollgyárak az tényleg egy szakértelmet és nagyon komoly fegyelmet, nem mellesleg, monotónia tűrést igénylő feladat. Tehát oda tényleg képzett emberek mennek, középosztály, alsó középosztály, tényleg kellő 8 órát a számítógép előtt is tolni ezt a kontentet. Ahol lazább modell szerint működik a trollkodás, Szerbia például ilyen, más hipotetikus országok szintén ilyenek, ott simán a nyugdíjas szimpatizáns teljesítménybérben otthonról napi 2 órában, tengerpartról így úgy, mert mivel nincs tartanévalója a hipotetikus ország troll szerveinek az adott állami szerveitől, ezek kettő ugye egybeesik, így nem kell túl biztosítani a kommunikációt.
a számára szövetséges országokban úgy koordinálja a trollkodást, hogy a kontentet a helyiek gyártják, de a profilokat az oroszok adják. Ezrével, tízezrével. És teljesen automatizált. Tehát Oroszország megadja az eszközt a helyieknek, hogy ezzel hatékonyan tudjanak trollkodni, és akkor a helyi operátornak megkapja a kis listáját, bal oldalt a login, jobb oldalt a password, belép, és 40-50 ilyen profilt működtet minden egyes operátor. Tehát ha az egy-egy arányt el akarnánk érni, az azt jelenti, hogy 50-szer annyi hasznos hülye van, mint troll operátor. Tehát én azt gondolom, hogy troll operátor vagy troll profilból sokkal-sokkal több van, még a humán troll profilokból is. A botokból pedig az nyilván ilyen sok százeres, meg milliós nagyságrend. Tehát itt a hasznos hülyék szerepét én nem becsülném túl. Itt ez egy egyre inkább automatizált folyamat. Ugye korábban az ilyen bot hálózatokat nagyon könnyű volt detektálni, mert egy bot hálózat az teljesen természetellenes módon viselkedik. Egy bot hálózat az 7-24-ben posztol 3 másodperces időközönként tényleg folyamatosan. Ez ugye jó kiszűrhető dolog, a Twitter meg a Facebook ezeket lelőtte. Már évek óta léteznek hibrid hálózatok, vagy ilyen félbot hálózatok, ahol időnként van egy humán operátor, aki időnként beír valami humán kontentet. Mivel a szűrő algoritmus csak azokat szűrte eleinte, amik teljesen természetlenes módon viselkedtek, ha volt egy genuine humán viselkedés, az már átverte a szűrőt. Tehát rengeteg ilyen félhib, vagy ilyen hibrid botnet volt a Twitteren, ezt az iszlám állam találta ki egyesek szerint, mert az iszlám állam nagy meccseket vívott a Twitteren, az iszlám államnak meg voltak a saját Twitter hálózatai. Ez az automatizálás, ez a trollkodás jövője, és ez a fajta szoftveresen automatizált targetálási adatelemzés. Ezért van, hogy egyes hipotetikus országokban a 90-es évek végén készült videókat meg lehet találni, hogy ki mit mondott hamvasáró tinédzserként 25 évvel ezelőtt, mert valahogy ezek a videók előkerülnek. Ezt nem az egyes ember ássa ki az adott ország köztévének az archívumából, hanem ez szoftveresen meg van csinálva, és kódszavasan lehet keresni évtizedekre visszamenőleg. Ez a technológia, ez fejlődik, és a targetálás ugyanígy működik. Tehát, hogy ilyen, van egy ilyen monitoring, megfigyelő, elemző rendszered, azt targetálásra is tudod használni. Az adott hipotetikus országnak több mint egy ilyen rendszere van. Ez egy elég pessimista végszó, de szerintem egy jó végszó, úgyhogy először is megköszönném a vendégeknek, hogy részt vettek ezen a kerekasztal beszélgetésen, és a közönségnek a fantasztikus kérdéseket, úgyhogy... Mondanám, hogy ez a lámpásos kerekasztal beszélgetés sorozat nem tudom hányadik évadának az első része, hogy havonta jövünk majd újabb kerekasztal beszélgetésekkel, hasonló értelen érdekes témákkal, úgyhogy várunk mindenki szeretettel a következő alkalmon is.